Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Hello, szevasztok. Hát jó reggel. Hát jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mi van? Február van, itt a tavasz, gyerekek. Na hát ez igen, hallom ezt mondta kislány, hogy 10 fok lesz pénteken. Az nagyon jó. Hát az szuper. Az nagyon jónak tűnik. Igen, csak eső is jön vele. Hát ez... De nem fagy le, nem úgy, mint a hétvégén. Ja, hát az mi volt, gyerekek? Hát az, én elindultam tegnap, mert volt elég sok dolgom, de az ilyen orvos esőt én már régen láttam. Az kemény volt. Csak a legbátrabbak indultak el. Na, mi nem indultunk el pont. Azt nem csodálom. Mi is voltunk egész hétvégén sehol, mert úgy döntöttünk, hogy nem kockáztatunk. Ki tudja, hogy mi vár minket és hol. Össze-vissza kosszálunk állandóan az országban. Belefutottunk volna egy ilyen kis kocsisorba, amiket itt lehetett látni például a tévében, a déli ország részben. Hát fölraktad volna a hóláncot, azzal simán el tudsz menni. Hát egyébként. Fölkötitek a hóláncot. Szöges gumit fölpattintod. Szöges gumit, valamit fölraksz, egy kis bakancsot, hát azzal simán elmentetek volna. Nem volt bennünk elég kalandvágy. Igen, 400 sérült volt csak ebből az okból kifolyólag, hogy csúszott az út. Igen, akik elestek úgy, azok úgy, igen, tettem az autóban, hanem akik kezet, lábat törtek, igen. Igen, igen. Nálunk is volt egy kis jég, meg hát nem, de akkor orvos eső mentesítés, mert én is azért természetesen, ahogy lejött, akkor rögtön lesózta, már nem foglalkoztam azzal, hogy most mennyire környezetkímélő az asztali só vagy sem, azonnal lesóztam, nem bockottunk, mert utána még egy kis kétszer ostáltat. Hát ez van, nem ér semmit. De. Azt mondják, én azt olvasom, index is írtam, meg minden, hogy nagyon kevéset ér a sózás. Nem, rögtön leolvasztja egyébként, ilyen ropogóssá válik tőle a jég, úgyhogy azon már lehet járni. Tehát meg aztán még... Nem marad ilyen egybefüggő felület, hanem lesózza János a konyhasóval, és akkor így megreped. Volt még otthon egy ilyen kis útszóró só otthon, még apám betározott belőle. Akkor az nem mai. Hát nem mai volt, de hát nem kis mennyiségben még anyag van. Sikerült, így van. Az egész ülői útra tervezett akkor, úgy tűnik, mert maradt még belőle egy kicsi. Aztán és azóta nem volt ornos eső, vagy folyamatosan fogyott, szóró, csak fogyott, nem tud elfogyni? Fogyott. De még az unoka is használni fogja. Hát most fogyott. Ritkán sózol, mondhatni. Akkor igen. Aztán még ment rá egy kis kétszer ostált, és előttünk ne essen el senki, meg ne legyen senkinek comnyaktörése, úgyhogy... Micsoda felelőtlenség ez a részedről. Ez igen. Most van olyan csalódtam. Hogy sózni? Hogy sózol. Mm-hmm. Hát egy Jani. Egyébként lehet közlekedni az ónos esőben, szóval a főutak nem csúsznak, azok az utak csúsznak, ahol nem megy sok autó. Ugye ott van igazi csúszás, mert ahol megy, azt ott fölverik, föltörik, és akkor azért az ott nem csúszik. Tehát én tegnap a legnagyobb ónos esőben indultam el, és csak a kis mellékutak csúsztak. Tehát azért lehet menni. Meg gondolom, ott alá sóztak, mert rájtok a alányomod a sót. Igen, már mi az eső, már úgy, hogy mielőtt elkezdesne az orvos eső, lesózzák, azon már nem tud megfagyni. De hát ez én nem nagyon értek, úgyhogy... De azt hiszem, hogy így van, hogyha elősózol, akkor már nem fagy le, ha lefagyott, akkor már macerásabb. Illetve, hogyha tetejére ráfagy, akkor is marad alatt egy ilyen kis vizes, sós réteg, amire aztán, hogyha rámegy az autó, akkor ugye összetörik a tetején, és akkor nem csúszkál. Na mindegy. Össze-vissza, úgyhogy... Jó van, hát ennyit az ónos esőről. Olvastátok a Super Bowl-t? Ja, persze, nyilván nem értünk hozzá, csak a Ricsi vonatkozásában a péntek interjú után elolvastam. Valami brutál kiütéses győzelem. Ráadásul még meg akarja nézni, az most ne figyeljen. Én azt mondta, hogy a két csapat közül az egyik a világ legjobb támadója, a másik a világ legjobb védekezője, és ki nyert? A világ legjobb védekezője. A világ legjobb védekezője. Ájtól kiütötték a meningéket ilyen nagyon csúnyán. A Denvert. Bárcsak érteném. Igen. Mit kell ott nézni. De az egyik egy győzött, az biztos, a másik pedig veszített. Igen. És gratulálunk a győztesnek, és sajnáljuk a vesztes. Igen. Ez nagy kiütés, ez 38-5 vagy... Az állítólag nagyon. Igen? Az állítólag, tehát hogy annyira nincs pariban a két csapat ilyenkor, mert hogy ezt pár ponttal lehet nyerni, akkor már jó fej vagy, de hogy ilyen különbséggel az egy ilyen döntőn, az nem nagyon szokta adni magát. Aha, tehát ez már, az már nagynak számít. Ja, én a sóra lennék kíváncsi, de biztos meg lehet majd nézni. Most az mondta a Balázs, hogy ne beszéljünk többet a sózásról. Ja, tényleg, de hülye vagyok. Már 10 percet csak sózásról beszélünk. A csillagászatról, arra a Mars gyerekre vagyok kíváncsi. A Red Hot Chili Peppersnek a Mars. Tehát szerintem az a YouTube-on már fönn is van, tehát ezt meg tud nézni. A 6 perc alatt elbontott és felépített színpad, és nem tudom. De mondják egyébként tényleg, hogy nagy meccs volt, lehet, hogy akár 12 perc tiszta játék is volt benne.
Milyen fura, az amerikaiak minket nem értenek, hogy a fociba egy percet tovább megy, nem, de végigjátszanak 2x45 igen. percet, mi meg őket. Szóval én értem, de hogy ott tényleg mindenki egymás segít pacskolja, meg magas térdemelésbe futkorásznak ide-oda, és a 180 percből 11 perc a játékidő, tehát ezt, hogy én hát, ezt nem fogom megkedvelni soha ezt a sportot, az biztos. Én rájöttem, hogy mi a titok, hogy pont az a titka, hogy ugye megállítják a játékot, és még senki nem ismeri tökéletesen a szabályrendszert, ezért mindenki elkezd vitatkozni a lelátón. Egyébként lehet, hogy erre kattansz rá. Hogy ezt adja a sport, ami itt nálunk is. Ez van a szemüveget a bírónak, de ülje. Na jó, de azért 3 perc, vagy 11 perc játék a 180-ból, hát azért az nem. Szóval, hogy 90 perc fociból, ott 90 perc játékot igen, látsz. Míg az, hogy mondjuk 1-0 vagy 0-0, az elég nyomorult. Picit hát ez alapján elég statikusnak tűnik a játék. Aha. Viszont van miről dumálni. Igen, viszont ők meg nem értik tényleg ezt, hogy akkor 90 perc tiszta, meg még plusz 3-5-6 perc hosszabbítás, és 0-0 a vége. Érted? És utána jönnek a 11-es őseké. Igen, el kell dönteni. Hát mit nem értenek rajta? 0-0-a nem lehet tovább menni. Ja, gyerekek, belenéztem ebbe a dal nevezetű szörnyűségbe. Ja. Hát gyerekek, ez egy nagyon rossz műsor. Nagyszerű. Mire nem is tudom. Ezt a véleményed? Hát, hogy itt egy épkézláb dal nem volt, szóval, hogy... Nem voltak jó dalok? Hát nem nagyon. Én most nem néztem, én a múlt hetit néztem. A legrosszabb énekest is az egekben magasztalják, senki nincs, aki azt mondja, hogy figyelj, ez nem volt egy színpadképes produkció, semmi, tehát ez szörnyű. A Rúzsa Magdi állítólag kitört. Szörnyű, ott az a hátul, az a backstage, ahogy ott úgy áldogálnak, és ott így ide kapcsolnak, oda kapcsolnak, a Novodomszki Gundel mű megért ilyen, úristen. Szegényen kell, hogy kijelölteti rájuk ezt, ez biztos, hogy nem a saját ötletük, hogy nekik el kell állandóan, elő kell nekik adni mindenféle kis jelenteket, most ez a szakítós jelent, ez annyira rettenetesen kellemetlen volt. Szörnyű volt. Hogy... Szörnyű. Van azt tudod, amikor zavarban vagy a tévé előtt, igen. De már nem mersz a távirányítón nyúlni, megfagysz, és egy idő után már azért nézed, hogy mikor érzed újra azt az érzést, igen. Hogy ilyen nagyon, nagyon rossz. Meg kíváncsi vagy a végére, hogy mire fut ki az egész aztán, amikor nem fut ki semmire, mint ahogy az ő esetükben sem futott ki egyébként ez a szakítós történet semmire. Olyan volt, mintha valaki elfelejtette volna a szövegét kettőjük közül. Hátul az a lány, aki ott a harsány mellett van, szegény Levi, hát ő is meg van áldva. Hát akkor most megkérdezzük Bogit, ilyen nem Zsuzsit, hát hogy akkor milyen volt? Jó. De te ezt kérdeztél, azt kérdez. Akkor megkérdezzük ezt. Jézus Isten. Ő kemény. Jézus Isten. Hát az valami elképesztő. Amikor egy ikerpárból nem tudják megjegyezni, hogy A vagy B az B, igen. Vagy A, kinek mi a neve. Ja, igen, igen, nem? Igen. Filip 45-ször elmondta, hogy ez, hát ez a legjobb, és a világszám, és köszönjük, hogy vagy. És olyan rossz volt a produkció, mint a bűn, de ő csak, én nem tudom, milyen szűrő keresztül nézte azt a műsor. Hát szóval, na hát, hát én belenéztem, de nekem ez elég is volt. A mi jenőnkje le Jolíza Jónit. Tehát, hogy, de az biztos direkt volt, hát, nem? Nyilván direkt volt, igen. Joli? Ezt mondta. Kedves Joli, aki Jóni, kedves Jóni, aki Joli. Fú, hát nem, igen. Na mindegy. Szóval Alex jó volt? Ki? Báj Alex jó volt. Oh, de hogy volt jó, azt sem tudta, hol van. Hát nem egy műsorvezető, hát kapott egy mikrofont, és akkor itt vagyunk, jó, és itt vagyunk, és akkor végén fölmegyünk a színpadra, ott megpróbálunk elköszönni, ami szintén nem megy. Tehát ilyen, atyaisten. Hát valószínűleg igen. Szörnyű. Az egy slágeres látsz, egy műsoros is lesz. Meg nem jók a dalok, tehát azzal a füle hallgatod, hogy úristen, most ez ennek kéne kimenni, és ott ehhez mit szólna a kinti közönség, hát egyszerűen csak tényleg egy 3-4 dal van, amire azt gondolod, hogy ez nagyjából így megállja a helyét, vagy nagyjából jó lesz. Én már nem tudom, hogy mi a jó dal egyébként az Eurovízióra, mert ugye tavaly a Báj Alex 10.-9. nem tudom, hogy negyedik helye, az bizonyítja, hogy azzal a dallal kellett kimenni, míg Wolf Kati kiment a nagy fesztivál dallal, amire azt mondtuk, hogy hú, ez aztán izé, és lett 22. igen, 22. 23. Na mindegy, ugye a színpadkép meg ugye az egész az egyébként rendben jól van. Néz tehát, ez jó műsor, az jól néz ki. Jól néz ki. Egyre inkább hasonlít ezekre a Megasztár, X-Faktor, Voice, stb. Tehetségkutató műsorokra a kinézete alapján. Uh-huh. Igen, én megértem, hogy a Gundit nem akarja már jövőre csinálni, tehát az ő szájából tényleg beordítani, hogy a vadfruttik, vagy mit üvöltött ott, nem vadfruttik, az nem neki, volt, de neki nem kell mit üvöltött ott. Neki nem kell ezt csinálni. A másik meg az, hogy neki nem kell megírni előre a szövegeket, meg a kis jelenteket, hozza a saját kútfőből, és akkor még hitelesebb is, és szórakoztató is, mint ezek a... Végig kínosztad magad? Vagy? Nem? Nem. Majdnem végignéztem. Nem. Az ismétlés néztük másnap, együtt a családdal. Én belenéztem. A Kálait láttátok a végén, a Kálai Sanders. Az Bunyós Sanders. Kálai, aki beszól nekem, is. Aki beszól nekem, megölöm Sanders. Aki beszól nekem a diszkóban, azt lenyomom Sanders. Megtámadták a csaját. Igen. Nem?
Ja, igen. Ezt igen. írta az újság, hogy igen. megtámadták a nőt, és akkor ő férfiként védekezett, meg még néhány barátja is egy emberre szemben, de férfiként védekezett. De már földön feküdt is. De látta rajta, hogy mindjárt felugrik. Ja, igen. Ja. Látszott rajta, hogy éppen most szedi össze magát, és ki tudja, hogy mi lesz a vége. Ja, Károly, ha még a földön vagy, akkor is megrugdoslak, Sanders? Igen? Ő mit csinált a végén, vagy mit kellett volna? Hát nagyon jót csinált. Tényleg? Hát jó a dal is, nagyon jó, meg nagyon jól is énekelt. Őt juttatta tovább a zsűri. De azt kimondta, hogy nagyon jó a dal, Filip. Nem tudom, de a Filip mindenki lesz, hogy egy. Filip rózsaszín szemüvegen keresztül nézi a saját műsorát, mert hogy ő mindenkire azt mondta, hogy. Hát, nagyon pozitív személyiség egyébként. Nagyon meglepő, mert az Z plusz még nem volt ennyi. Zseniális, fantasztikus, világszínvonalú, hetes. Igen, fantasztikus, hogy komolyan mondom, ti hol voltatok eddig 8-as? Igen. Na mindegy, úgyhogy hát most kicsit úgy tévézgettem kivételesen hétvégén. A Trónok harcából legyűrtem pár részt. Mert hiszen jön a negyedik évad, és azért igen, csak be kell, viharban született Daenerys, csak hát, be kell fejezni, úgyhogy... Meg azért el lehet veszíteni így a fonalat, tehát hogy így ekkora szünettel két évad között azért az ember jó, hogyha még egy... Igen, kicsit frissítettem. Frissít. Meg moziban is voltam, úgyhogy elég sűrű. Mit néztetek már? Ez az Amerikai botrány nevezetű. Sokszoros a jelölt film. Milyen, mert hogy ez egy úgy tűnik, mint hogyha jó film? Jó, igen. Jó. Hát rá kell hangolódni, mert aha. nagyon beteg, de egy fél óra után vagy nagyon megutálod, vagy elkezded szeretni. Két esélyes. Ha megutálod, nem jön már be. Ha elkezdesz ráérezni, akkor egy idő után elkezd működni a film. Jó. Nagy megosztó az a film, legalábbis az alapján, amiket írkáltak róla. Nagyon valaki beteg. Azt mondja, hogy írgalmatlan túl van a hápolva, mások meg azt mondják, hogy hú. Hát egy fél óráig nem tudod hova tenni, és utána egyszer csak elindul, és akkor így kezd jó lenni, de különleges hangulata van. Akkor késhetünk, jó van. Nem egy moziba rohanós, tehát nem olyan, hogyha ha mit tudom én, nem látod, akkor hatalmasat hajtsz ki, de jó, egyébként így. Meg lesz az majd CD-n, vagy mi az? Igen, DVD-n. Az. Igen. Szegény Philip Seymour Hoffman, olvastátok? Igen. Igen. Hát, szegényként, őt nagyon szerettem, fú, de jó színész volt, kevesen nagyon. Ismerik, de ő egy nagyon jó színész. Hát csak vissza is ő heroinistaként azért. Igen, szóval, hogy így ezeket én sose tudom megérteni. Három gyerekkel, ja. Tehát, hogy így zseni, fantasztikus színész, fantasztikus, de hát basszus. De mi a fenéjér? Hát elismerik, világsztár, pénze van, családja van, hogy a fené nem tudnak ezek talpálni, nem? Nem tudja állítólag. Mit? Hát a siker. De nem is volt egy A-kategóriás, illetve A-kategóriás, de azért ő egy karakterszínész volt, tehát nem volt akkora, nem egy olyan, aki hatalmas kassza sikerekben játszott, volt egy-kettő, de ott sem volt a főszereplő. Hát a Capote után, amiért ugye az Oscart kapta, azután indult be a szeker, és akkor rakták be ilyen blockbusterekbe, és akkor már keresett nagy lóvékat is. Igen. Na mindegy, ő egy nagyon-nagyon jó színész volt, sajnáltam, amikor elolvastam, hogy 40 mennyi, 43, 44, 46 éves volt. Tehát nem... Jó kis színész volt. Ugye elveszítettük Jancsó Miklós is a múlt héten, úgyhogy... Jó, hát de ő meg 90 valamennyi. Hát igen. Jó, attól meg elveszítettük. Jó, persze, csak hogy ha már így Én is így gondolom, hogy 93 éves, persze, mert az ember sajnál, én nem ismertem meg, tudom, hogy a filmesztelen nők és a... Lovak és a ellenmúló puszták látványát neki köszönhetjük. Persze nyilván ikonikus személy volt, de egy az ember olvassa 93, hát sajnáljuk, de hogy ugye azért ez így kereknek tűnik, igen, nem? Igen. És ő ráadásul imádta is az életet, és meg is ért minden pillanatát a sztori szerint. Igen? Isten nyugosztalja. Két végén égette rendesen? Hát nem, hanem hogy így nagyon jól élte az életet. Azt mondja, a pénz nem érdekes, csak legyen, amit elköltünk, de... Hát ez jó, egyébként ez egy jó felfogás. Jó. Na mindegy, úgyhogy ez volt veletek, még valami, semmi? Síelni voltam a hétvégén. Na, de jól hangzik, na. Mi az? Mit csináltál? Mentél ezzel a Mátrai Snowboard Fesztiválra, vagy mi volt az? A Hófesztivál volt, Mátra Szent Istvánon. Te, Jani, azt kell mondjam, hogy bár cseszegetjük itt a főnököt ezzel a síi imádatával, én annyira élveztem ezt az egész dolgot, két napig ott voltam, mint nagyon régen valamit. Te, ez tényleg jó. De álltál létszem, vagy csak konferáltál? Nagyon jó volt, vagy... Normális, vagy hogy létre a lejtőn? Hát lecsúszol, és megütöd magad. Hát a keresztbe állsz, akkor nem tudhat csúszni. Hát minden nem lehet, meg nem volt rám idő, vagy nem volt rá időm, meg nem volt ott ember, aki foglalkozom velem, de legközelebb, ha megyek, akkor biztos, hogy figyelj, olyan hangulat van egy ilyen sípályán, következő sztori, mindenki, miután becsúszansz a hütte elé, így leteszed a léced, és nem érdekel, mert nem fogják ellopni. Tehát, hogy olyan barátságos, békés emberek voltak, ment a síelgetés. Köszönöm, a síelők olyan, jó fejek. És nagyon jó fejek a síelők, de tényleg nagyon jó fejek. Olyan dolgokat csináltak meg 3 éves gyerekek, hogy sírtam.
izé nélkül. Bot nélkül. Nem, a kicsik nem sielnek bottal. Fény, rárakták a gyereket, azt mondja, hogy erre van a lejtő, menjél fiam, alján találkozunk, mert apa már nem tud téged utolérni. És tündérek voltak, és láttad az akaratot az arcán, ezt most megcsinálom, de rendesen már egy testsúlyát helyezés, völgyláb, na miket tudok? Hello, nagyon, azt hallod, a völgyláb, testsúlyát helyezés, nagyon sokat fejlődtél. És nagyon-nagyon jó csinálták, marha jó hangulat volt, voltak egyébként koncertek, meg estén tűzi játékos bemutató, és bámulatos, pazar hangulata van a sztorinak, nagyon szép is az egész hely, a Mátra gyönyörű, tiszta hó volt, minden, én nagyon élveztem. Hát ez a létreállás még, tehát az voltam síelni, az egy kicsit költői volt. De belebújtál? Nem volt, tehát nem álltál egyáltalán. Vettem sínadrágot. Az jó, hogy ne fázzam. Az, jó. Az már az első lépés. Egy meleg nadrágot. Egy meleg, nem. Ez jó. Sínadrág, arra van. Hát külön van sínadrág, így van. De másra nem is lehet használni. Ez csak síelésre. Érted? Semmi más, nem, csak síelsz. Van térdszellőztető. Van. Mondtam, hogy ez minek? Hát hülye vagyok, én lehúzzam. Hát szagold meg egyszer a térdel, akkor rájössz. Ja, ugye, való. Vannak ezek az aláöltözetek, sínadrágok, ugye ezek kiengedik az izzadást. Ezek jó, egészen jól vannak kitalálva. Na, ilyenem van. Komolyan mondom, kedvet kaptam. Na, már csak egy síkabát, egy léc. Egy bakancs. Milyen sík kabát? Milyen kabátom van? Ja. Hát érdemes. Azt ne használd. Azt ne. Hát miért egy sík kabát se olcsó? Érdemes erre egy jobban kitaláltat venni, ami máshogy néz ki, de na, az egy lépés válasz már el. Tényleg. De ugye, hogy szól a zene, és hóban vagy, és ott. Marha jó. Én mondtam. Olyan jó a hangulat, gyönyörű napsütés volt fönt, amit így hallgattam közben a híreket, meg néztem este, még hogy visszamentem a szállásra éjszaka, ment a csík, ugye nem tudta tévét nézni, mert végigment, hogy piros riasztás van, és ott fönt egy grab eső nem volt semmi, ragyogó napsütés, átállott a napsütés, nagyon jó. Na, volt. Ilyen közül akkor még nem volt el egyetlen téli sportos. Soha életemben, és úgy érzem, hogy van még egy lépés, azt még nem tudom, hogy visszalépés lesz-e vagy előre, de marha jó volt. Meg a gyerekek miatt jó lenne, hogy ők nem maradjanak ki, mert ugye nyilván én már itt 43 is, azért nem csinálom, mert eddig nem csináltam, de ha valaki mondjuk ilyen 3-5 éves korában hozzászokik, meg elkezdi megszeretni, akkor azért tök jó lehet. Nem? Hát persze, meg neked nem kell sielni, légyszer akad a gyerekeket, adsz nekik egy oktatót, aztán mennek ők, és tanulgatják. Az biztos. Hát tehát, de ha már ott vagyok, csak kipróbálom. Meg ki tudja, lehet, hogy egy ős tehetség vagy, tehát hogy csak tényleg ki kell próbálni, aztán majd kiderül. Hát szerintem ez a testsúly lavina indításban marha jó lenne. Érted, lehet, hogy egy jazzballett is menne, ha kipróbálnád. Az biztos. Elindulsz, neki mész, aztán majd megláthatod, hogy mi lesz belőle. Igen, a síelők rendesek nem viszik el egymás lécét, tehát ez egy ilyen ki nem mondott megállapodás. A hűtő előtt leszúrod, az ott lesz, mert hogy így valahogy senki nem akarja jobbra cserélni az övét. Aha. Ez olyan, mint a bőröndök a repülőtéren. Ott valahogy ott se lopnak nagyon. Mindig megtalálod a tiédet. Pedig ott is bárki leemelhetné és elvihetné, de valahogy ez ilyen etikett szinten nem viszik el. Viszont nagyon viccesen tudtok totyogni a izében, a bakeszben. Hát az abban nehéz menni azért. Hát nem a pingvinek harca. Abban azért elég nehéz menni. Igen. De jó, én nagyon jól éreztem magam, úgyhogy tényleg szuper dolog. Mind a két nap fönn voltál? Aha. Szombaton volt a nagyobb buli, mert akkor este én 11-ig még... Jártatok, vagy megszálltatok valahol? Csak én voltam egyedül, mert melóztam. És ja, akkor ott kaptam egy ilyen alvós lehetőséget. És este sídiszkó, mindenki ott ropta a hűtő előtti teraszon, lehetett ilyen éjszakai síelést nyomni, az nagyon jó, kivilágítják a pályát, és ott hussansz bele az éjszakába. Hát nagyon király, sokat síeltem éjszaka, az nagyon jó. Vannak, de nagyon jó hangulata volt, voltak koncertek, még tegnap is volt, meg tegnap előtt is, aha, úgyhogy szuper. Az menő. És mesélték ott a srácok, hogy az Ausztriából indult ez a szokás. Hát a ilyen, nem csak a síelés, hanem ez a nagy fesztivál, nagy fesztiválozás, és ott olyan 10 000 ember van egy ilyen bulin, és hát nyilván a költségvetés más ebben a történetben, és ott, amit el tudsz képzelni. De hát kicsiben itt is megvolt, most kezdték 3 éve, én nagyon szurkolok nekik, hogy tényleg ilyen tök jó fesztivál legyen. Most is más, de mert még hideg is volt, meg havuk is volt, tehát hogy így, ez még egészen jó, szerencsésen jött ki nekik. Úgyhogy megyünk síelni, lesz, ami lesz. Persze, menjetek. Oké. Egy-két óra, és már így viszonylag le tudnátok jönni a hegyről egyébként. Egy jó hóekében? Hát, egy hegyekében, igen. Nem a felvonóval. Ja. Igen, a kabinossal, amiben benne maradtok, és akkor szépen lehoz benneteket a másik oldalon. Na jó, mi volt a játékunk eredménye a múlt héten? 3-2-re nyertünk. 3-2-re behúztuk? Tényleg? Szoros volt, de azért... Igen, azért a miénk volt. De azért miénk volt. Az azt megelőzővel ellentétben. Én is úgy emlékszem, igen, hogy 3-2-re hoztuk. Jól van. Na, drága hallgatóink, lehet akkor jelentkezni játékra. Jó, ha mindenki kihevert így a hétfői fáradalmakat, mármint azt, hogy hétfő van és újra elindult egy hét.
Egy-két közlekedés gyorsan. Tata Hegyeshalom M1-esen tiszta. Ez Gábor küldte nekünk még egyelőre. Ez a legfrissebb. A medve meglátta az árnyékát, így van. Köszönjük szépen. Ez ugye azt jelenti, hogy rövidtél lesz, ha jól tudom. Igen, mert hogy kijött. Igen, de nem volt árnyék, és ha nem volt árnyék, azt mutatja a rövidtelet, ugye? Igen. Igen, azt hiszem ez volt. Hallgattam reggel. De akkor ezek szerint nyitva hagyták az ajtót, hogy ki tudjon jönni. Nem jön ki a medve, hosszú telünk lesz. Ja, a rohadt ajtó. Igen, igen, engedjétek ki. Na, lehet jelentkezni a játékra. Jó fél hét van, mi pedig jövünk a hírek után. 3:47 múlt, pontosan 4 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Jó, cserekünk be a megvagyok. M1-es tiszta, ezt még Gábor írt a hírek előtt nekünk, azóta nézem, hogy jött-e friss közlekedési hír. Jött volna, ha nem halt volna meg az internetem. Nektek van internet? Aha. Van. Működik? Akad. Igen? Akadozik, de jön. Nekem meg lefagyott. Na mindegy. Tessék? Ideg van. Persze, hogy lefagy. Igen. Nem tudom, hogy mi a fene van. Rendesen frissít, minden van? Aha. Na mindegy. Jó, szóval játszunk, addig megnézem a játék alatt, hogy mi van. 3-2-re nyertük ugye a múlt hetet, igazából, ami mondhatni ugye szoros volt, 3-1 volt az állás, tehát hát nem, akkor nem volt szoros, mert 2-2 lett volna szoros. Meg már szerdán meg volt. Szerdán meg volt, igen. Hétfőket, szerdát nyertük, és akkor csütörtök péntek elment, de hát gyakorlatilag szerdán már bebiztosítottuk, valószínűleg azért is mehetett el az a másik két nap, értitek, ugye, mert akkor már átra dőlt. Hát akkor már kicsit rápihentünk, igen. Na, de újabb hét kezdődik egy újabb játékossal, aki már itt is van. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen. Nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Na. Ennyi már, megijedtél, mi? Ennyi. Meghallotta ezt az orbitális nevetést, és mondta, hogy ez kész. Hihetetlen. Ezekkel az önbizalomtól dúzadó srácokkal én nem fogok ma reggel játszani. Gondolta is lehetett. De ilyen, igen, ilyen nevetés az... Megfutamodott? Nem tudom. Hívja újra, na. Na most mondom, mi van, a wifi elem alatt van egy felkiáltója. Uh-huh. Ugye? Túl erős, azt jelenti. Igen. Igen, nehogy szétrobbanjon a gép, vigyázzak, mi? Na, most már megcsináltam. Itt vagyok. Na, mi van a játékosunkkal? Halló, jó reggel. Hello! Szép jó reggel. Na. Hello, na, itt voltál te voltál az előbb is, vagy te egy új játék? Én voltam az előbb, csak megszakadt a vonal valamiért. Na, megszakadtunk, eltűntél, igen. Így van. Nem mi újság van, honnan? Honnan hívsz minket? Pécsről telefonálok. Pécsről. Így van. A gyönyörű szép Pécs városából. Ah, jó régen jártunk ott, igen. Igen. Ritkán jártok erre. Igen. Géza, ugye, jól mondom? Igen, igen, így van. Géza, munkában vagy otthon? Nem, itthon vagyok most, jelenleg szabadnapon. Na, de jó, egy hétfői szabadnap. Az jó. Mit dolgozol egyébként? Mi a munka? Egy biztonsági technikai cégnél dolgozom, mint szerelő. Uh-huh. Ajtókat, ablakokat, vagy ilyeneket? Nem. Riasztót és kamerarendszert szerelünk. Hát az egy jó biznisz, ez mindig megy, nem? Így ez a téli időszak, ez egy kicsit döcögös, de hát reménykedünk, hogy a tavasz az majd jobb lesz, és beindulunk. Hát kell csinálni egy-két ilyen betörést. Nem, mert betörtök, megfenyegettek egy-két embert, aztán bedobtok másnap egy ilyen szórólapot, hát 10-ből 5 biztos megrendelni. Hozzánk nem törtek be, hozzánk nem, mert mi az pont KFT termékeit használjuk. Igen. Jó van, Géza, kivel szeretné játszani? Ferivel szeretnék. Ferivel nyitál be hetet? Jól van, legyen ez így. Nézzük meg, hogy mire mentek egymással, jó? Jó, rendben, köszönöm. Jól van. Na figyelj, Jani. 3-2-1 fire! Azt mondtad, hogy ma szabadnapos vagy, ugye? Így van, szabadnapon vagyok. Akkor tegnap dolgoztál? Hát, tegnap itthon voltam, és főzőcskésztünk a párommal. Mit főztetek? Hát, rántott húst csináltunk. Júj, vajban? Vajban sütöttetek ki? Olajba sütünk. A vajat azt inkább másra szoktuk használni. És miből volt a húsi? Sertés? Sertés húsból, így van, így van. Ritkán jutunk a sertés húshoz, úgyhogy ezt nagyon szeretjük. Az igazit, azt tudod, miből van az igazi rántott hús? Hát,
az az igazság, most csőbe szedettél volna húzni, ha jól hallom. Semmilyen szándékom, nem volt a rántott húsról beszélgettünk. Nem volt. Jaj, de káj! Isten, Géza, szépen Gézám! Géza, nagyon jó. Köszönöm szépen. Kár is, 49 másodpercig. Semmilyen szándékom sem volt. Nem volt. Géza, szép volt, ügyesen játszottam. Köszönöm szépen. Ügyes volt. Hogy jó volt át. Igen, visszafogottan, lassan, megfontoltan, és ezért, hát, nyertél. Köszönöm szépen. Örülök neki. Milyen jó kis klasszik riposzt volt, mi? Így van. És bejött neki. Bejött. Úgy, ahogy a Balázs behúzták pénteken a csőbe, igyekeztem én is most a Ferit behúzni. Igen, a fekete kávéból. Ja, tényleg, ja, tényleg pénteken kávé. Volt ez a fekete kávé. Ez mekkora játék volt, igen. Nem is emlékszem a hallgatóra, és tudom, hogy nagyon ügyesen csinálta. Jól van, Géza, megvan az ajándékcsomagotok. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Nem tudom, hogy hányan osztoztok rajta, de neked biztos megvan, aztán majd valakinek még. Köszönöm. Majd elosztjuk a fiúkkal. Jó, küldjük, jó? Jó, köszönöm. Csáos voltál. Sziasztok. Hello. Szia. Gyerekek. Na mi? 1-0. Visszahozzuk. Semmi pánik. Kösz. Yeah, persze, megolj, srácok. Helyre tesszük. Nem. Holnap is lesz nap. Ja, nem. Akkor mindig elbizonytalanodom, hogy ilyen rosszul indul a hét. Valamit csinálnunk kell. Rosszul. Nem indult rosszul, csak nem nyertünk. Igen. Figyelj, nem vehetjük el a reményt tőlük, nem? Ha mindig megnyerjük, milyen több gondolom, már senki nem jelentkezne a játékra. Igen. Kicsit hagyni kell őket is. Hadd játszanak. De holnap azért ez bosszúért kiállt. Na, nézzünk közlekedési híreket, hogy mit írnak a hallgatók. Köszeg Szombathely között jó járható az út, ezt Peti küldte nekünk. Sopron Kaposvár jégmentes, teljesen jó járható, a 84-esen még sóztak is. Ezt Letti üzente nekünk. A 10-es úton, vagy a 10-es út offon van a Madaras Tesco-tól. Bandi írta. Köszönjük szépen. Az mit jelent, hogy offon majd bedugult? Vége a 10-es útnak? Aha. M6-os Pécstől Paksig jó járható, Kismoha üzeni, és a 33-ason olyan köd van, hogy a kutyát meg kellett fordítani a kapun, mert a ház felé ugatott. Írta nekünk egy hallgató. Miskolc jó járható, csendes még a város, száraz út, és -4 fok, üzente Oli, Tata Hegyeshalom M1-esen tiszta, ez pedig Gábor küldte nekünk. De egész jól állunk közlekedés ügyileg, nem? Jól. Nincs onnos eső, nincs nagy köd, nem esik semmi. Szép tiszta száraz idő van egyébként. Igen. Valaki írja, hogy kimondta az igent, mármint a játékos. Anna, fussunk át rajta, szerintem nem volt, mi most még így a hét elején nagyon tudunk fütyülni. Nem mondta ki. Hát, hogyha figyelni. Azt is tudunk, de akkor bizonyíts, kérlek. Aki Tamás, de azért egész jól fügyülök. De nagyon figyelünk. Én nem hallottam igent. Nem, meg hogyha egy ember írja, akkor az általában nem szokott bejönni. Amikor van 100 ilyen SMS, igen, akkor már érdemes elgondolkozni, igen, rajta. Meg ő még a péntekire írt. Ja. Igen. Meg úgy látom, ez Feri száma. Pult alól? Így ismered. Ez nem sikerült. Nem jöttad be a trükk. Gyorsan pult alól? Túltoltál hátra? Persze. Megnézed, hogy mit tudtál csinálni. Na jó van. Oké, jönnek a hírek. Jó, egészen pontosan, mert hogy reggel 7 óra van. Aztán jövünk vissza mi is, SMS számokat mindenki tudja, várunk friss közlekedési híreket, mi pedig itt vagyunk a hírek után. 7 óra múlt pontosan 8 perccel, hello, mindenkinek jó reggelt kívánunk, itt vagyunk, hétfő van, február 3-a. Köszönöm mindenkinek a névnapi köszöntés, nem ünneplem, de nagyon drágák vagytok, egyenként nem olvasnám most be. Viszont vannak friss közlekedési híreink, 51-es úton Sükösdön, két helyen is mérnek a rendélybérőre, Kokó 044 küldte nekünk, köszönjük szépen. És Ausztriából írok, A1-A2-es autópálya járható és akadálymentes, ez Don küldte nekünk. A 10-es út még mindig offon van a Madaras Tetyótól, boldog névnapot üzente Bali, és az M6-os Pécstől Paksig jól járható, ezt Kismoha küldte nekünk, köszönjük szépen. Ez jó, ez a dal, ugye? Nagyon jó. Király Viktor nagyon ügyes. Igen, ez egy jó dal. Én annak idején, bevallom őszintén, nem szerettem őt. A Megasztáros idején szerintem nem volt annyira patent énekes, mint most, de azóta megtalálta a saját hangját. Nagyon jó kis dalokat csinálnak, komolyan mondom. Ez is, meg a Fire is, ugye az előző slágere. Nagyon rendben van. Nagyon ügyes. Jó a stílus, jó néz ki a srác. Szép az angol, tehát hogy hú, nagyon komoly. Jó lenne már nekünk tényleg egy ilyen nevezetközi sztár. Sose lesz. Na, hát, ne legyél már ilyen, ne legyél, miért ne lehetne? Hát ez egy hosszú folyamat, hát nem. Igen, de nem benne azért benne van az a töltet. Tehát, hogy azért annyi külföldi, középszerű vackot hallani itt-ott nálunk is időnként, azokhoz képest is nagyon jó ez a szám.
Egyébként is. Ez egy kellemes. Tök jól lenne, ha valaki úgy menedzselné, hogy oda is érjen. De olyan bűnrossz kávét csináltam magamnak, mint a haragudnék saját magamra. Akkor pedig maradtál ugyanazon a kösvényen. Hogy nagy változás nincs. Hogy nem tudok egy normális kávét csinálni egyszer. Hol mondod el, mert egy rohadt gomb van a gépen, amit meg kell nyomni. Illetve lehet választani rövidet, közepeset. Azt, hogy nem teszek bele cukrot, nem akarok cukrot enni. Aha. Az agave szirupom viszont elfogyott, és egy cseppet tudtam beletenni, és hát azért az kevés. Ez vagyok igaz. És így viszont ebben a formában ez vállalhatatlan lehet. Valami vállalhatatlan. Alternatív édesítőszer természetes van lent alatta, kis szekrénybe. Igen, azt nem néztem meg. Igen? Kis nyírfa. Ja. Kis nyírfa cukor? Aha. Na, és már legyűröm így, de... Na. Így elrontani. Embert lehet felelni. Az lehet, azzal cukrozhatsz. Azzal lehet. Nyírfával persze. Na, hát azzal akkor... lehet. Na, azt nem tudtam, hogy ott nem akartam beletúrni a szekrénybe, mert aztán kiborulsz, hogy miféle rendetlenség van ott, hogy föltúrom az alsó szekrény. Mondjuk, hogyha a Balázs méz csorgat a kis kávéjába, akkor minden mézes lesz, tehát akkor mindenki kap belőle. Nem baj. Nem sóher, érted. Hát, ha még valaki oda tartja a poharát, és akkor abba is csorog. Nem, majd hozunk azt. Aztán kár lenne, hogy jó kis kopi lubakért. Na, a kopi lubak, igen, ez a fantasztikus kávégépből, ami ez az áttetsző színű valami, ami kifolyik belőle, ebből a megmondhatatlan néző kávégépünk, vagy kávénkból, hát azért... Jó az. Jó, persze. Csak a cukorka ijánzik belőle. 3 éve mondom, hogy legyünk már szét, dobjunk már össze egy normális kávéfőzőre, ne legyünk már magunkhoz sóherek, hogy veszünk. Jó, mindannyian kávézunk. Hát egy normális kávéfőzőt, hogy miért nem tudunk venni, tényleg mindenkinek 10 000 forintot kéne beletenni. Jó az. jó az, hát le lehet élni egy életet, hogy jó az, persze, hát ezt én megértem, mindenre rá lehet mondani, hogy jó az, de hát azért, érted, hát egy normális kávégép, hát az, figyelj, szeretjük a kávét, mindenki nagy kávéimádó, minden reggel korán kellünk, hát miért nem veszünk magunknak egy kávégépet? Ha nem félnék magával attól, szemben igényes kell, hogy legyen. Hát. Ha nem félnék attól, hogy állandóan le kéne kapcsolgatnom mindenki után a rezsót, akkor kotyogónk lenne, mert a kotyogó még mindig a legjobb, de most komolyan mondom, hát, tehát a kotyogó még mindig a legjobb. Tehát itt most a hírek, 7 órás hírek alatt kimentél volna, megtömöd a kotyogót, te, víz. Hát azt már 6-kor indítod. Fölrakod, és akkor 8-ra van kávé. Gumi gyűrűtömítés csere, azonnal megcsinálom, mert régen is kellett. De az kéne egy rezsó, nem? Igen. Kéne kotyogó. Komoly beruházások kellenek. Tehát ez... Van rezsónk, csak eltettük, benn van egy fiókban, hogy valaki megtalálja, mert mondom, biztos, hogy ez lenne a következő. Ha itt látnák, hogy fékez egy tűzoltó az épület előtt, és elkezdik oltani az épületet, hogy hú, mi lehet, menjünk ki, nézzünk ki, és ott a szerkesztőségben lángolnak. Nem tud meggyulladni a rezsó, nem? Hát... Ezt tud, tehát rárakok ki a rezsóra egy papírdarabot, ezt meggyúl, tud akkor a hőt leadni? Persze. Igen? Abszolút, persze. Akkor a hőt lead, simán meggyulladni. Rántottát is csinálhatnánk. Üzemeljük már be azt a rezsót, Jani. 2 héten belül rommá égetjük a... Nem tudom, tehát csinálhatunk valamelyik nap, de akkor itt, tőlünk 10 méterre, hogy lássuk, hogy mi történik. Miért nem csinálunk egy ilyen látványkonyhát ide? Tesszük be ide a rezsót. Sarokba, oda mögéd. Nekem bejönne. Ha? Kotyognak kávé. Ventilátorunk már van a stúdióban, klíma helyett, hogy ne dögöljünk meg Feri, a melegtől. Feri kapna egy kicsit hosszabb gémet, és akkor elérne odáig a mikrofon. Húzni. Így van. És akkor közben tudnának nekünk csinálni jó, ezt, azt, amaszt. Így van. Jó az. És akkor kis izének, gumizenének alá menne a kis olajsercegés meg. Igen. Na, hétvégén Sirilla György megint átúszta a fagyos Dunát, gyerekek, ez számomra egy akkora rejtély, hogy ez erről 2 mondatot azért beszéljünk, hogy mi visz rá valakit, hogy bemenjen a 0 fokos vízbe. Ő ugye minden évben megteszi ezt, tehát ez náluk ez egy ilyen... Családi tradíció. Egy családi tradíció, szerintem ott valaki születik a Sirilla családban, akkor a hideg Dunába keresztelik, nem? Tehát, hogy ez náluk így berakják. Náluk így megy, igen, mint Jézus a Jordánba. Igen. Sirillákat a hideg Dunába. Egy Sirilla felsírja be, azonnal be a jeges Dunába, csak ott keresztelhetjük. Csak télen születhet gyerek. Igen, igen. Na, most ő ugye megint átúszta, ő a nemzet rozmárja, ugye, tulajdonképpen, lehet ezt így róla mondani, és a Dunakeszi révnél úszott szombaton a 2 fokos Dunában. Hogy ez így hogy? Nem? Hogy az ember azért így tudja, hogy vannak nagy sportolók, akik komoly teljesítményekre képesek, de hogy ott mi a megy veled 3 búvár, aki ott közben néz téged? Nem is lehetne egyébként, tehát csak úgy nem lehet bemenni, és akkor királykodni, meg keménykedni. Ott azért komoly felvezetés van. Mi lenne, ha most mi... Ne, csak kérdezem. Most te? Tehát hol érne véget a kaland? Ha most,
föláll, kimegy, telefon, bejelentkezik, négy ütemű fekvőtámaszt a Dunapartján, valahol a Csepeli gátnál, vagy mit tudom én, térdig, begázol, bokáig, vagy combibáig, tehát hogy körülbelül mi a vége egy ilyen kalannak? Mondom, hol lenne? Betkőzésnél. A betkőzésnél? Ahogy először megcsap a hűs dunai szél, ott mondanád, hogy köszönjük szépen. De valameddig csak bele tudnánk menni, tehát ha nagyon összeszorítanánk a fogunkat, valameddig belemennék, szerintem nem? Szerintem derékig. Derékig? Derékig. Akkor ugye hibernálad a nemzőképességedet egy idejre, de szerintem, hogyha följebb menne szívtájékon, szerintem már ott komoly problémák lennének. Az a helyzet, hogy nem is szabad egyébként, nem, hát. Ezt a Sirilla is mindig mondja, meg most átúszta a Berki Krisztián is. A Berki is átúszta, ez egy nagyon nagy dolog. Nagyon uh-huh. nagy dolog. Igen. Hogy ott ugye az van, hogy konkrétan ilyen majd, hogy eszméletvesztési külsz ki. Tehát, hogy nagyon kell küzdeni mentálisan és fizikailag is, hogy ne történjen veled saját magad a tragédia. Aha. Nagyon kemény a dolog. De nem úgy vagy valaki, minél több a saját bőrétege, meg. Tehát, hogy menjek én úgy. Értelek, jó, értelek, köszönöm szépen. Igen, hihetetlen, hogy hétfő reggel milyen penge vagy a kutyafádat, hogy se fejezem a mondatot, már tudod, hogy mire gondolok. Nem, csak ez nem így van, hogy... Hétfő reggel ki akarsz nyírni. Igen, hogy te bírnád ezt a legjobban egyébként? Tehát nem múlik azon. A fókák is bírják, így nem? Van. Tehát a fókákhoz se jut el a hideg víz, meg a kacsák is beleülnek, meg a sirályok is, mert van egy olyan toll, meg egy olyan zsírréteg. Uh-huh. Tehát hármunk közül kinek lenne a legnagyobb esélye eljutni a túlpartra? Ferinek? Vagy a Feri hátán úsznánk, mint a kölyök kutyák, így vinne minket egy ideig, és utána szépen átérnénk. Hát nekem csak akkor sikerülne, hogyha feldobna a víz, aztán később ott. Én biztos, hogy nem tudnám megcsinálni. Effektíve teljesen lehetetlen lenne? Tehát most így lemennénk, és tehát valahol így azonnal kihűlnénk? Igen? Szerintem igen. Igen. Ő biztos, hogy szoktatja magát folyamatosan ez a dologhoz. Tehát, hogy... Ott nincs nagy meleg vízfogyasztásán otthon. Hát ott nincs bekötve a meleg víz a Siriláiknál, tényleg. Tehát ott szerintem, aki meleg vízben fürdik, vagy beül egy kádvízbe a Sirilla családba, az áruló. Nem? Tehát én, vasárnapi habfürdőzés nincs a Sirilla családban. De van, csak ezzel kezdődik. Még egy kockát. Igen, még egy dézsa jeget, még egy dézsa hideg vizet. Tegnap 15 fokos vízben zuhanyoztál, te vagy a család fekete báránya. Nagyon el tud puhulni az ember, azon gondolkozom tényleg, szóval, hogy így hozzászoksz, hogy meleg vízben zuhansz, és valaki átúszza a Dunát, és így felkapod rá a fejét, pedig minden évben megcsinálja, meg nem egy megszokott, vagy egy megszokott dolog már a Sirilla családnál, de hogy tényleg egyébként azért nem szabadna ennyire elpuhulni. Ebben nincs igazad, mert a Sirilláiknál viszont ami kemény, az a forró vízbe zuhanyzás. Na, figyelj, érted, nekik meg mi vagyunk a kemény. Én simán kihívom a Sirillát, hogy zuhanyozzon velem egyet, kibírja tovább a 60 fokos víz alatt. Én még a pókot lövöm ki a sarokból, ő már fejvesztve menekült ki, és nem volt rajta egy bőrétekes. Hát én a Sirillát simán lezuhanyzom. Vagy üljünk be egy kád forró vízbe. Vagy menjünk el egy termálmedencébe. Vagy menjünk el egy termálmedencébe, érted, valahova. Hát be sem megy, meg bendülök egy órát, tehát simán. Nem lehet kihívni őt? Nem hazai pályát, tényleg? Hát egy ilyen melegvízű medence átúszás. Hát figyelj, szaunázásba lehet, hogy. A legnagyobb szaunamester vagyok egyébként. Hát, mint minden másban is ott vagy a csúcson. olyan szauna szertartás vezetek le a Sirillának, amilyet ő egyébként még nem látott. Nyírfaveszős csapkodás is van? Ott legyezés van, ott felöntés van, ott minden olyat kapna, hogy vége lenne. De jó, most már Balázs, most már másfél órája csapkodlak, most már te is egy kicsit. Nem, még egy kicsit is. Igen. Nem. Ne hülyést kell. Laci, de tényleg. Komoly. Mutatnám, hogy 7 óra 15. Na mindegy, hát akkor vetkezzünk neki, és irány a Dunába. Akkor ez marad csak mi. Gyuri, mikor elérhető? Most már húszig biztos. Így van. Húszig biztos? Most még sodorodik a nyíktáblák között. Volt egyébként olyan név, amikor konkrétan szinte vízbe se tudott menni, mert annyira be volt fagyva a Duna, hogy egyik jégtábláról ment a másik jégtáblára, és akkor egy picit belement a vízbe, aztán kicsit kijött, aztán megint jégtábla, aztán szinte átsétálta a Dunát. Ott rosszabb. Futott a gyáva? Fogjuk fel egyfajta megfutamodásnak. Nem mersz belemenni, mi? Nem tudom. Amikor jégtáblával úsznak, akkor hogy? Akkor ugye az jégtábla neked megy, akkor az kiüt. Tehát elájulsz. Akkor valaki terelgeti a jégtáblákat. Az idősebb Sirilla, ő átúszott. Bennem mindig az a kép a gyerekkoromból, hogy egy ember a Duna közepén mászik egy jégtáblán. Az megvan? Igen. Kis fecskefürdőnadrág, és mászott mindig át a jégtáblán. Fekete-fehérben. De lehet, hogy ez a Jégmezők lovagja című film. Igen, lehet. És ő mindig mászott. Hogyha ott jön egy jégtábla, akkor mi van? Akkor annyi. Akkor kiütnek téged? Hát az rettentő veszélyes tud lenni. Az iszonyú kemény.
de 22 jégtábla közé bezár. Már hogy bezár? Hát két jégtábla közé beúszol, paf. Ja, hogy akkor, és aha, akkor le is kettő. Vágja a fejedet. Hát az szerintem. Jó, de nem menjünk előre. De. Náluk ez tényleg új gyakorlat volt, hogy eltűnt, úristen, megfulladt, megfulladt, aztán feljött, és a szájában ott volt egy törpeharcsa. Tehát, hogy náluk, náluk ezek új gyakorlatok voltak. Igen, azt írja valaki, hogy ha náluk a születik egy gyerek, akkor... nem mit írt ma? Azt, igen. Náluk a születik egy gyerek, az mit csinál? Felsirilla? Na jó. Jó. Ugye most állítólag a Berkit egyébként ugye a Sirilla készítette fel. Igen. Aha, igen, ő ugye a Berki Krisztián számára megmondhatatlan, hogy mit csinál ő, vagy ki ő pontosan, de hát egy üzletember. Egy üzletember egyszerűen. Egy ugye, ismert üzletember. Ne, most testépítő már, ez az új szerintem ő ilyen fit modell. Mindegy, csak azt akarom, hogy nem tudom, hogy ki ő. Szóval a lényeg, hogy ő is átúzta, és a Sirilla készítette föl. Mennyi idő, amíg egy ilyenre rákészült, mennyit készült a Berki? Fél évet nyomtak, úgy tudom, de hát azért a Berkinek van egy fizikuma, azt ne feledjük el. Az, tehát, hogy ez nem számít? Feltétlenül azt kell hozzá, tehát, hogy nézd meg azért a Sirillát, meg nézd meg a Berkit, jó, hát alkatra nyilván, teljesen jó, más. Hát, szóval, hogy így nem feltétlenül azt kell hozzá, nem az izmok kellenek hozzá. Hanem a tudat. Hanem szerintem ez a szoktatási időszak, hogy szépen lassan, tényleg egyre hidegebb vízbe, aha, egyre többet. Úgyhogy... Olyan jó, amikor az ember egyébként mondjuk így 40 vagy 50 évesen elhatároz, hogy elkezd csinálni valamit. Nem? Tudj, hogy nem azt mondod, hogy mit tudom én, nem a kapuzárás, igen. Nem, hanem egész egyszerűen, hogy valaki azt mondja, hogy figyelj, 40 éves koromig a medencébe bele sem mentem. Utáltam a vizet, de most elhatároztam, hogy mit tudom én, átúszom a hideg Dunát. Vagy életemben nem ültem kerékpárra, de egyszer csak elkezdem megszeretni a kerékpározást, és körbetekerem a Balaton. Tehát én nagyon sok ilyen történetet hallani, ez hogy működik, hogy valaki például soha nem futott, meg utált futni. Futott fél évet, azt utána meg 42 darab maratont egymás után. Ezek így hogy működnek? Ez még rám kisvár, hogy egyszer csak így megvilágosodunk, és jön majd valamilyen ilyen sport, amit itt soha nem csináltunk, és majd egyszer csak elkezdünk? Ki kérem magammal. Szerintem van. Van ilyen? De meg kell is, hogy az embernek legyenek ilyen kis apró céljai. Nem feltétlenül az, hogy mondjuk egy új sportágat elsajátítson, de hogy így valami olyan dolgot, amit így korábban nem, de így mindig így szerette volna, vagy így kacérkodott vele, és akkor így bevállalta. Én már ajánlottam neked a mesztelen falmászást a múlt héten, az se tetszett, úgyhogy... Én egyébként kitűztem magam elé egy célt erre az évre. Leviszed a 80 kiló cukrot 40 kilóra? Hát nem. Csak fölviszi. Az se lesz könnyű. Ne akarjak ennyire kiszúrni veled, hogy az évi 80 kiló cukormennyiségedet levigyem 40 kilóra. Mi a cél? Kézenjárás. Mi van? De mennyi? De most komoly dolgokról szeretnék beszélni. Hagyjuk a bohók. Kézenjárás. De mi az, hogy kézenjárás? Kézenjárás. Körbejárod a Velencei tavat? Vagy mire gondolsz? Hát mit tudom, én megyek egy 10 méter kézenjárás. Nem tudsz kézenjárni? A hármunk közül ki az, aki tud? Nem azt mondom, hogy csak kérdezem. Ha én elkapom, hittem, hogy te tudod. Mit? Tehát ha én elkapom neked a... És elég gyorsan mész, úgyhogy nem borulsz fel közben. Úgy én is tudom. Nem, úgy értem, hogyha megtalálom az egyensúlypontomat, akkor minden további nélkül megyek neked 5 métert kézen. Bizonyíts most. Itt van egy ventilátor mögöttem, mert ugye a modern 21. században így hűtik a rádióstúdiókat, hogy ventilátor pörög egy zöldséges, mondjuk zöldséges ládán. Itt még visszaköszönhet a birkozó múlt. Mert hogy azért a birkozókról tudjuk, hogy marha jó mozgáskultúrájuk van, aha, és azért ilyen jellegű gyakorlatokat is csináltak. Hát lehet, hogy egyébként még talán neked menne. Na, de nekem nem ment soha. És akkor az volt a cél, hogy mit tudom, nem az, hogy lefut, vagy az a cél, hogy nem lefutni a maratont, vagy körbetekerni a Balatont, vagy mit tudom, ugye minden családban van legalább egy nagypapa, aki most világosodik meg, és valami, igen, új dimenzióba helyezi az életet. Hát pedig akkor is lefutom. De én ezt nagyon szeretem, amikor szülők a gyerek szeme láttára 50 évesen, 55 évesen, 60 évesen, egyszer csak papa megőrül, nem, és elkezd valami olyat csinálni, amit eddig soha nem csinált. Minden családban van egy ilyen ember. Milyen írnak hallgatók, szerintem ez tényleg mindenhol van. És akkor de azt mondtad, hogy neked a kézeljárás. Igen. De megy 10 méter? És fölraksz ilyen cipőt a kezedre úgy? Vagy zoknit? Nem, az olyan, hogy az egyik a kezem rövidebb, mint a másik, és ezért ortopéd cipőkre van szükség. Hát egyébben tényleg ilyen gerincvédő betétet, meg mit tudom én. Először a stabil kézenállás, aha, és utána pedig a kézen járás. És hogy ezt év végéig.
Jól, jól, már az elhatározás megvan. Nem, hát minden futóedzés úgy ér véget, hogy akkor kicsit fölmész kézen állásban? Nyilván maga a falnál való támaszkodó kézen állás az semmi, tehát aha, hogy az bármikor megvan, azon nincsen semmi gond, de hát ez egy picit több, mert ugye támasztóizmoknak is kell működni, ők nem vagy nagyon hozzászokva. Először az, hogy szépen stabilan állok, és utána pedig elindulok. Na ez. És évvégig egy pár métert menni. Már nem összesen. Edződ van? Igen, a feleség. Ja. Van ilyen, hogy a hazai kézenállás nagymestere. Hát akkor elég. Én fölhívnám a Rippel Felit, hogy segítsen. Például a crossfiteseknél ez egy ilyen alapfeladatnak számít. Hogy járjál cipőben kézen? Kézen. Jó, mondjuk előtte még itt tudom én nézővel egy mázsába kitöréseket csinálsz, de hogy az például benne van náluk is. Aha. Tehát ezek a fajta technikák, meg ezek a fajta ilyen ügyességi feladatok szintén benne. És a három haszontalan dolgot kellett volna mondanom ma reggel, akit valakit megszólít a folyosón, hogy Bali, megnyitod a kávét, igen, mondj három haszontalan dolgot, szerintem benne lett volna. Tehát hogy ez így hogy? Hát mert mozgás kultúra. Ez egy sima egyensúlyérzék. De attól még a mozgás, tehát ha nem tudtad, az egyébként, ha igen, nem tudtad, és azt szeretnéd, hogy tudjad, akkor fejleszted el a mozgáskultúrádat. Na jó, de akkor miért nem feszítesz ki két kötelet, mit tudom én, a parlament és a szabadságét közé, és egy nagy rúddal próbálsz átmenni, az is mozgáskultúra. Mert az 2015-ös projekt. Ja, ne rohadj ennyire előre. És akkor ennek lesz egy ilyen ünnepélyes, nem tudom, lemenetele? Hát december végén. Utolsó adásnapon itt a stúdiót körbe kell járni. Na, legyen ez. Jó? December utolsó adása, mint december 23-a, te mész egy kört itt a stúdióba, hangosan csapkodjuk a folyosón. A folyosón inkább. Tehát a folyosón. Miért addigra nem lesz meg a kanyar technikád, vagy mi? Hát, na, azért mondom, a kanyarodni, az már szerintem azért már komolyabb, de ott a folyosón szerintem végig tudok majd menni. Vagy megpróbálok legalábbis. Na, évvégén. Jó? Na. Addig zene. És minden nap belepillantatunk majd az edzés technikádba egy kicsit, hogy készült? Hát időről időre egy picit. Mit tudom én, negyed évente. Negyed évente adsz egy kis ízelítőt. Jó. Na, írjanak nekünk olyan hallgatóink, ahol van most egyfajta ilyen... Na, ezt most jobban vállaltad, ez nagyon csúnya lett, nagyon fogok rögni. Ahol van ilyen családi megvilágosodás, hogy a szülők, anyuka, apuka, egyszer csak elkezdett valami teljesen váratlanul csinálni, mit tudom én, van valahol a családban egy apuka, aki rákattant a spinningre. Én egyre több pasitó hallom egyébként tényleg, hogy amit ugye te is mondtál, hogy nem egy spinning edzésed, csak aztán puha voltál. Hát nem voltam puha, csak nem úgy alakult. Igen, nagy volt a szád, aztán nem mentél le. De hogy... Az jó, csak hogy rákattanak a sorba akar. Mindenki az utolsó sorban. 50-55-60 éves férfiak kezdenek el az egyik pillanatról a másikra spinningelni. És otthon előszeretettel mesélik ezt asszonykájuknak, hogy milyen formás itomokat láttak. Igen, hát csak nagyon veszélyes, vigyázzik el vele, mert ugye dupla terhelést kap a szív, egyrészt a látvány miatt, másrészt az edzés miatt. Állítólag most már egy-egy spinning edzésen több a pasi, mint a nő. Tehát, hogy a pasi kezdik kiszorítani a csajokat. Sok pasi megy, ezért egyre kevesebb nő megy, mert nem tetszik, hogy annyi pasi van, és a pasik átvették a spinning. Mert sokkal elfogadottabb a mását. Jó, ja, hogyha csak pasik vannak, és hátul ülnek a pasik, akkor ők a melegek? Figyelj, most őszintén, hát azért, pasik nagy része, illetve egy része biztos, hogy azért megy el, mert hogy látja a televízióban, meg látja mindenféle honlapokon, hogy mennyire jó csajok vannak ott, és hogy egyébként az edző is nő, és egyébként mindenki jól mutat meg, és ez kell, meg kell is, tehát, hogy húzza az embert, érted, inspirál, jót tesz, testnek, léleknek. Az mindenképpen. Szerintem ez benne van a pakliban. Igen. Na, jönnek az SMS-ek, hogy kinek mit csinál most apukája, anyukája, vagy nagyszülő, kit milyen megvilágosodás értem. Az én apósom a kertjébe épített egy szörfmedencét, és ott szörfözik, írja Emi. Az az egy komoly beruházás. Ott van az, hogy igen, vagy szelet kell, vagy szélgépe. Nem, a hullámot nyomja. Vagy a hullámot. Hullámot nyomja föl, és akkor azon tudsz szörfölni. Hát akkor egy hullámmedencét épített magának? Aha. Hullám, mint... Hát milyen szörf? Tehát deszkán, vagy rendes nagy vitorlával? Vitorlán nem nagyon tudsz. A vitorlá az a szélgép kell, igen. Meg jó nagy medence. Hogy csak a deszka, ugye az a klasszik szörf. Átértem. Tehát, hogy... Igen. Azt mondja, a nagyanyám 65 éves kora óta sétál napi 3 kilométert, igen, ismerem, de vicces. Most 70 kilométer és fogalmunk, most 70 éves és fogalmunk sincs, hol van. Igen. Apám megvilágosodott, 50 évesen kezdett el inni. Hát az tulajdonképpen egyfajta népbetegség. Te, Jani, orvos látott mostanában? Kérdezi Eszter. Vagy van ennek valami magyarázata a kézenállásnak? Látott. Alulról, hátulról.
és mondta, hogy a vérbőség miatt sokat kéne egy, ha, nem az volt, hogy ej, ha. Igen. Ha már a fejben nincs elég vér, akkor egy kicsi kézenállást javasoltak, igen. 45 évesen kezdtem el lovagolni, ma már van lovam, és hetente kétszer-háromszor járok. Na, szimpi. Ez abszolút, igen. Előtte járok, Jani, mert éppen pénteken este az arcomon csúsztam haza a diszkóból. Tomi írta ezt nekünk, köszönjük szépen. Ugyanabban az időpontban két fiatal srác a világ különböző pontjain, az egyik épp két felhőkarcoló között kifeszített kötélen igyekszik ásítálni, a másikat egy 87 éves nő elégít ki orálisan. Jaj. Ja, ez azt hittem, hogy valamilyen. De ez jó. Mindkettőjüknek egyszerre ugyanaz a gondolat fut át az agyán. Vajon mi? Nem szabad lenézni. Ja, Istenem. Na jól van, van Sirillánk hírek után? Na, Laci is eltűnt. Gyerekek. Föladta. A soraink meglehetősen rendezetlenek. Ne, reggel. Anna, gyere létre. Kiment megmerítkezni. Ja, kiment. Tudjuk hívni, mert ugye az egész arra épült, hogy feljövjük a Sirillát, hogy mesél nekünk erről. Mi van? Hol a Laci, hol a Sirilla? Van számunk, foglalt. Mi óta? Mi reggel óta nem járni akarunk vele, hanem beszélni. Igen, nem az érdekel, van-e barátnője. Nem tudjuk fölhívni? Nem, egy foglalt egyelőre. Gondolom mások is. Mit kell ilyenkor csinálni? Mit? SMS-t írni neki. A felmondásodat be. És onnan... Igen, és utána gyorsan hozni a szerződésedet. Lehet, hogy nem mobilszám. Aha, hú, de titokzatos. Vonal a számunkra a Sirillához? Igen. De miért? Na most akkor mondom, hogy 0630 534, uh-huh. Nem fejezem be, de igen, hogy... Igen, nem jó az a szám. Az egy nagyon-nagyon régi uh-huh. szám, és az nem az övé. Bizony, jó. Bizony. Aha, na. Tudod? Hát így alakultak. Lacinak 20 rúgó mínusz, aki ezt a számot ide érte, ki van rúgva? Tehát, hogy ez, hogy van ez? Gyerekek, szóljon valaki a Sirillának, hogy nagyon keressük, jó? Így jó. Nagyon. Nem lesz egyszerű. Egy jégtáplában ér. Gyuri! Gyuri, gyere már! Gyuri! A Morning Show-ból keresnek! Gyuri, gyere már ki a rohadt életbe! Vissza, úszd vissza! Lehet, hogy most is vízen van, mint... Simán igen? Lehet. Simán. Vízre szállt hát a kis vadár? Egyrészt rendszeresen fut, meg rendszeresen megmerítkezik a jeges Dunába. Komolyan, itt az ember hype-olja, hogy mondja, hogy ez mekkora teljesítmények, fölhívjuk, meg leszervezünk, meg minden. Elmegy edzeni. Megint benne van a Dunában, nyakig valahol a csepeli összekötőnél. Na jó, van, megpróbáljuk fölhívni, közben pedig várunk hallgatói SMS-eket, milyen nagy megvilágosodások, újrakezdések, új sporttal való megbarátkozások történtek családban. Nyilván nem arra gondolunk, hogy most valaki 30-40 évesen elkezdett valamit csinálni, hanem 50 pluszban, ugye? Mm. Erre, amikor 50 fölött valaki azt érezte, hogy elindul hegyet mászni, vagy ő lesz az új Armstrong, és elindul a Tour de France-on. Ilyen SMS-eket várunk. Mi pedig, ha minden igaz, akkor Silira Györgyel jövünk a hírek után. 3:49, miket beszélek? 3:48 lesz pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk! Hétfő van, és süt a nap. A hétvégi nagy dráma után, az ónos eső után kisütött a nap. Reméljük, hogy ez országszerte sok helyre jellemző. Itt Pesten jelen pillanatban napsütés van. Viszont Baja és Kiskunhalas között hóátfúvások vannak, vigyázzatok, kint vannak a rendőrök, és még a KPMS-ek is ellenőrzik a kamionosokat, Pék úr üzente ezt nekünk. Olyan köd van Nyíregyházán és környékén, hogy alig tudta megírni az SMS-t. Üdvön, noszáj, köszönjük szépen. M1-es Győr felé 72-es kilométernél rendőrautóból mérnek, ez pedig Attila küldte nekünk. Mi pedig arról beszélgettünk, hogy ugye Sirilla átúszta a Dunát, valószínűleg egy jégtáblán van megint valami lehetetlen előkeríteni. Bent van valahol a nagy Duna közepén, Vácnál, nem tudjuk előkeríteni, nincs telefon közelben. Szóval arról beszéltünk, hogy milyen jó az, amikor valaki 50 fölött rájön, hogy ő még így valamit nagyon szeretne megcsinálni, vagy kipróbálni, és elkezd megtanulni profi szinten sakkozni, elmegy aerobikozni, körbetekeri a Balatont. Nem azért, mert hogy az 50 fölötti embereket mi leírjuk, hanem arra gondolunk, amikor egyszer csak valaki teljesen váratlanul már, mondjuk szülőként, nagyszülőként rákattam valamire, és a család azt látja, hogy papa tényleg a kertbe szörfözik. És azt gondolja, hogy egyszer kijut Hawaii-ra a világbajnokságra, hogy ezek milyen nagy pillanatok. És nagyon sok ilyen SMS jön, hogy mit csinálnak idősebb emberek. Hallgatóink 84 évesen a nagyim testvére aerobikozni kezdett, hogy fit legyen. Nem hittem a szememnek, mikor meglátogatott minket, és bemutatta a szobában a gyakorlatokat. Tök jó. Nem mondjátok, 84 évesen nem nagy forma. Ezt küldte ezt nekünk. Apám 65 évesen beállított egy chopperrel, egy hatalmas motorral, hogy ő megy a Harley találkozóra, majd elindult a sarkon, hatalmasat taknyolt vele. Anyám hamar eladta, így egy hallgató. És itt van egy másik hallgatónk, az ő családjában is történtek érdekességek. Kriszti, hello, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Szia. Hello, Kriszti, jó hangosan, mert egy picit halk vagy, jó? Bocsánat, jó. Na, szuper. Na, neked anyukád miképpen világosodott meg, vagy mi történt? Ő 53 éves korában, mikor így felköltöztünk Budapestre, igazából ezzel együtt jött az egész, kezdett el szörfözgetni így az interneten, és ilyen BDSM-mel kapcsolatos videókra bukkant. Várjál, ahol... azért ez szépen mondjuk el, hogy mi az igen, a BDSM. Ugye, igen, ez a BDSM világ, ez az, ahol a férfiak is, vagy akár a nők is, tehát így mindkét oldalon vagy a megalázottságra vágynak, vagy arra, hogy ők domináljanak is, ők irányítsanak is, ők igen, tehát ugye most akik gyereket visznek az óvodába, egy pillanatra halkítsák le, ugye ez a szadomazó, ugye? Igen. Tehát mama finoman szörfözött 53 éves korában az interneten, és rátalált erre az a volanra? Igen. A minden idő, és? Eleinte csak a videókat nézegette, aztán felregisztrált különböző weboldalakra, ahol itt ilyen társkereső oldalak, amik kifejezetten erre irányulnak. Na. És ilyen partnereket keresnek egymásnak, aha, vagy maguknak az illetők. De várj, és hogy kell képzelni, hogy mama egyszer csak hazajött egy lakcsizmában, egy fekete bőrtangában, ostorral a kezében, először papát megbüntet. Igen, Jézus. Ostorral a kezében, bilincsel a öztáskájába. Ezt most nem mondod komolyan. Igen, de halál komolyan. Milyen volt így látni a saját anyádat? Felemelő. Végre változás. Mama, szia mama, de jó ez az új cucc. Üdvözöllek a klubban. Igen. Figyelj, igen. És ő azóta ezt csinálja profin? Igen. Igen. Férfiakat kínoz? Igen. Találkozott néhány emberrel, és akkor ők kitanították, úgymond, mert hát ugye ezt is tanulni kell, elmagyarázták, hogy hol, meddig mehet el, stb. Jó, persze vannak ezek a nagyon durvák, amikor vagdosnak, meg tüket szurkálnak, meg azt mama nem csinálja. Ezt nem. De várj, hogy? Tehát most ma reggel elköszöntél tőle, te mentél valahova, ő meg mondta, hogy hát ma van két paciensem, kettőkor egyedül vacsoráz, mert nem jön haza. Hogy kell elképzelni? Igen, hogy kell elképzelni? Igen, hogy kell elképzelni? Igen, hogy kell elképzelni? Igen, hogy figyelj, lányom, ma a két férfiúval fogom találkozni, és hogy jó lenne, ha nem ennél otthon, vagy ilyesmi, amikor éppen nem volt munkám annak idején, akkor ez így működött, akkor tessék, menj a moziba, és akkor így pénzelt, meg stb. De várj, ő haza otthon csinálja a kuncsaftokat? Persze, hogy másfél szobásnak elvalakunk, az ő a kisebbik szoba, és úgy van megcsinálva a galéria, hogy az ágy alatt egy apja ketrec van. És nem mondod, hogy várj, se mész haza, és azt hallott, hogy egy férfi ordít a hálószobátokban? Nem, hál' Istennek, ezt nem írnám, hát hallom, hogy ennek egy én nem vagyok nem, nekem csak az a látvány jutott, amikor bemegyek a szobájába, ott állnak az ostorok, a lovaglopáták, a szájpeckek, stb. Mamának mi volt az eredeti foglalkozása, hogy mit csinált előtte? Titkár. Eladó, bolti eladó. Azt gondolom, hogy ez egy éles nagyváltás, ez ugye, igen, tehát egy bolti eladóból egy ilyen fétis klub vezető lett, az mindez a saját lakásában. De férfi főnöke volt, vagy pedig a férfi vevők sokszor mondták neki, hogy le a végét! Egészben leszeletelve! Mi vagyok én, Persej? Nem tudom, hogy mennyi befolyása volt ebben a főnökének, de atya Isten, inkább a volt férjének, tehát így apámnak inkább. Na, figyelj, és ezzel most konkrétan pénzt keres? Nem. Ez csak úgy kettelés volt az élvezet. Igen, ez saját szórakozás. Úristen, de szánalmas vagyok a kézen járáshoz. én nem akartam mondani, ilyen egysebesekre számított, amikor ezt a témát felvezettem, hogy nagyjából ilyen típusú megvilágosodások jönnek. Talán ez már a másik véglet, de ezzel a kézen járással megleptél, ehhez képest igen, szóval, hogy ez... Kicsi álmokkal kell kezdeni, azt majd jöhet a következő. Figyelj! Tehát most ne vágjunk már egyből a lecsóba. Elmentjük a telefonszámadat, és hogyha nem sikerül decemberbe a kézenjárásom, elmegyek és megverhet a nagymamát. Hát nem az anyukájukkal. Igen. Oké, szívesen biztos, hogy vállalni fog. Figyelj, és anyukád most ebből akar megélni? Tehát, hogy... Nem, dehogy is nem. Ez csak így a maga szórakoztatás. Egyébként valami buli azért legyen. 23 éves házasság után így rájött, hogy ő nem szereti a vaníliát, és ő a kemény dolgokat kívánja. Tehát... És nem is voltál soha otthon, amikor ott jött a páciens? Egyszer sem voltál ennek fültanúja. Nem, hála jó Istennek, nem. És ő mesél erről egyébként, hogy képzeld el, kislányom, hát már jött egy pasi, hát egy óráig kellett ütnöm a fenekét, mert annyira szeretett, ez ő neki elmondja, hogy mi volt? Így van. Figyelj, és te a saját pasidat egyébként vitted már haza? Vagy van esetleg barátod? Persze, igen, így nem, tehát így teljesen normálisnak kell elképzelni, tehát így, ha valaki bemegy a szobájába elsőre, nem is tudja, hogy mit lát. Persze, hát az
a két András kereszt, meg az a három ketrec, hát az teljesen odavaló, abszolút. Igen. Gondold el, randizol egy ilyen csajjal. Ugye? Bocsánat, mi a kereszt neved? Kriszti. Randizol Krisztivel. Ártatlanul bevonultok a szobába, és egyszer csak belép a muter. Na mi ez a purpár lét? És ott áll előtted egy ilyen bőrcsizmába, és annyira elfenekel, gondold el. Vagy előbb ér oda a barátod, mint te hazértél volna, és akkor kezicsokkal a kost legyen! Térdelj le! Nyaldd le a csizmámról a porra! Szólíts úrnőnek! Mit akarsz rányomtól? Jó Isten! Nagyon kemény. Ez nagyon kemény. Na jól van. Hát, azért ennyire messzire nem megy, hála jó Istennek, az én páromat az békén hagyja, mert azért mégis csak 24 éves vagyok, és azért a magam körében mozgolódok, tehát azért ennyire nem süllyed alá a dolgoknak, de... És te kipróbáltál egy... már valamit a szobából, a készletből? Hát, ami az én lovaglopálta az én kezem, és megfordult. Hát a genetika az genetika. Hát, az a gének öröklődnek előbb, te is elkezdesz majd csapkodni. Igen, a vér nem válik vízé valóban. Na jó van. Esik messze a derestől. ez egy érdekes történet. Egy sima magán. Hétköznapi bolti eladó egyszer csak megvilágosodik, és BDSM klubokba jár, meg férfiakat kínoz. Nem, vagy és képzeld, amikor találkozol az anyukájával, Krisztinek az anyukájával, vagy valamilyen lósporttal kapcsolatos, vagy ilyen polcok előtt a dekatlomba, tudod, de aranyos, de kedves. Milyen kedves eladó, és nem is gondolt, hogy este... Este pedig faggolyót tesz a szádba. Kriszti, köszi, hogy elmondtad. Csókoltatjuk anyukádat. Jaj, tudom, rendben. Ciao. Sziasztok. Hello. Óriási, nem? Nagy megvilágosodás. Sajnos gondolkodott rajta, hogy vajon mit csináljak? Teljes zacskókból mondjuk lábtörlőt, makranézok. Nem, inkább ez a BDSM volt. Ez szimpatikus. Ez nagyon kemény. Na, ki jött a vízből? Szárazföldön van? Itt van? Tényleg? Lemászott a jégtáblákról? Megtörtént a partra szállás. Sirilla György, jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt mindenkinek! Hát amikor az előbb hívtatok, képzel, akkor épp jeget kapartam a kocsiról, úgyhogy... És nagyon fáztál közben. Teljesen lefagytak az ujjaim a jégkaparástól, de hát ez egész más, mint a jeges Dunában úszni. Nem könnyű téged előkeríteni, igen, nem könnyű, de végül is sikerült. Hát nagyon őszinte legyek, most le kellett cserélnem a számot, mert üldöz valaki. És hát le kellett cserélnem, mert volt, hogy 70-szer hívott, és így most nyugodt vagyok, hogy nem tud hívni. Lehet, hogy a Berki volt. Á, Krisztián nagy barátom, hogy ismerem a számát, a hív, akkor gyakorlatilag neki fölveszem természetesen. Na, milyen volt az átúszás? Ugye te voltál a témaindítónk, mint egyfajta megvilágosodás és elindulás más irányba 50-60 évesen az ember, amikor kitalál magának valamit. Igen. Gyakorlatilag az úszás az eléggé nehéz volt, mert körülbelül egy fokos volt a Duna, hogy megnéztem az interneten, viszont nagyon nagy létszámú közönség várt engem, de megmondom őszintén, mire kiértem, hát olyan vörös lettem, mint egy rák, és ott a gyerekek, meg az iskolások, meg az a felnőttek körében is elkezdtek fogdosni egy kicsit a kezemet, hajamat, lábamat, és mindenki azt mondta, hogy ez a Sirilla, ez egy jégszobor gyakorlatilag, mert tényleg teljesen hideg voltam, és akkor utána elvonultam, és legalább egy ilyen 40 percig voltam egy ilyen 60 fokos szobában, tehát nyilván plusz 60 fokos szobában, és nem éreztem, hogy 60 fok van a szobában, tehát ennyire le voltam hűlve. Egész döbbenetes volt, valaki bejött hozzám egy 15 perc, hogy jó vagyok, mondom, teljesen csak kicsit hűvös van itt. Tehát, hogy annyira leül a szervezet, hogy tényleg 60 fokos szoba nem is érződik a testen egy hosszú ideig. Mennyit vagy ilyenkor vízbe, ez meddig tart? Hát most körülbelül egy ilyen 10-15 percet voltam, sajnos senki nem mérte, de ez nem jelenti azt, hogy én ne tudnám úgy nagyjából megmondani, mert éreztem, amikor már ugye a part felé úsztam, hogy a 10 méterre voltam a parttól körülbelül, azt, hogy hát már bizony, már nem mindig értettem, amit a közönség bekiabált, tehát a hallásom ilyenkor egy kicsit lecsökken, ez a vérnyomás csökkenés miatt is van gondolom, meg hát egy-két ilyen rejtett kis aranyos jégtábla már megcsípte, megütögette a lábamat kézfejemet, amit csak utólag éreztem, hogy egy kicsit véreztem itt ott, mert ugye amikor az emberek elfagy a keze lába, akkor nem érzi az ilyen ütközéseket. Ilyenkor így lelassul körületed minden? Hát teljesen lelassul, és akkor nálam az egy elfogy, amikor kijövök a vízből, akkor nehogy valaki segítsen, mert akkor azt hiszik esetleg, hogy rosszul vagyok. Igazából még soha nem mondtam, nagyon rosszul. Rendben, de mondom, hát nem, és akkor várjatok, kijöttem a partig, és akkor a bulvár kollégák jöttek oda, és megpróbáltak egy kicsit segíteni, segítettek is, mert olyan csúszós volt ott a részről, kijöttem, és hát a lábam teljesen
le volt merevedve. Aztán hát utána még az volt, hogy nehezen tudtam bemenni a 60 fokos öltözőbe, mert tényleg elég sokan voltak. És ilyenkor egyébként a legrosszabb, amikor a talpakat éri, a beton, ami nász, hát azt nem tud megvédni, meg azt senkinek nem kívánom. De aztán előkerült a híres sárga színű papucsom, azt fölvettem, és akkor gyakorlatilag így minden rendben volt, de hát nagy teljesítés volt, és boldog vagyok, hogy túl vagyok azért rajta. És ilyenkor Gyuri, hogy adsz autogramot? 3X? Hát gyakorlatilag ez is különleges. Múltkor ugye utána megnéztem egy autogramot, hogy hogy néz ki, és hát nem tudtam elolvasni a saját nevemet, mondom, mi ez gyerekek, ez valami hamisítvány? Hát annyira le van fagyva a kezem, vizes is ugye, hogy hihetetlen, de hát talán így még értékesebb, hogy ugye én sem tudom elolvasni, hogy mit írtam, mert nagyon sokszor ugye már rosszul vagyok egy kicsit, és úgy mennék el, de hát mivel szeretem az embereket, és őrtük csinálom, hát ezért nem tehetem meg, hogy ott lelépek, szét vagyok testtel. Kérdezi valaki SMS-ben, hogy a jeget is saját kézzel kaparod a kocsiról, ilyenkor vagy esetleg van rá. Hát egy kicsit ma úgy volt egy kicsit ma, mert nem találtam a kaparót, a körmeimmel kezdtem kaparni, de mondjuk 4 másodperccel teljesen lefagytak, és akkor belegondoltam, hogy valamikor az egész tesztemény. Figyelj, te mondtad, hogy egy rákészülési fázis, mondjuk meleg vízben nem is zuhanyzol? Tehát, hogy neked egy ilyen 30-35 fokos melegvízes, 40 fokos melegvíz az ilyenkor lehetetlen? Vagy azért állsz te is, és csapatod a forró vizet magadra, mondjuk felkészülési időszakban? Tehát, amikor úsztam, akkor azt úgy szoktam csinálni, hogy először csap vízbe fürdöm, tehát csap hideg vízbe, azon 12 fokos, akkor utána ugye melegbe, aztán forróba, és aztán rettenetes forróba, mert ha egyből forróba fürödnék, akkor ez nagyon nehéz így kimondani, és hát főleg megélni, hogy olyan végtag fájdalmak jelentkeznek, hogy olyan, mintha mindig úgy érzem, ilyenkor néha kipróbáltam ezt, mint a tényleg ezt még kimondani szörnyű, mintha lefűrészelnék az embernek a kezét, lábát, olyan gigantikus fájdalmak jelentkeznek a rettenetes hideg után a rettenetes melegbe, ezért van egy visszamelegedés, de azért a civil életemben természetesen azért szeretem, hogyha jó meleg vízbe is tudok fürödni. Bár múltkor úszta voltam lemenni a Dunára edzeni, és akkor csapvízbe pancsikoltam egy kicsit ott van a kádba, az is egy jó érzés volt gyakorlatilag. Ez az egész hidegvizes sztori nálatok azért egy masszívban beidegződött családi ferdülés, szóval, hogy így tehát, hogy nálatok azért... Hát, ez, igen, tehát ez egy komoly hagyomány. Nálatok ott valami, nem tudom, dédszülő vonalat elment. Valami genetikai aztán... probléma, igen, biztos... Igen. Biztos lehet, kérdezni, de a Mátéka, ő most már hány éves, a Matuka, 9 éves, és már ő is próbálkozik. Múltkor a Balatonon úszta, az félelmetes volt, és akkor nem mert bejönni a vízbe a közönség előtt, és elmert a közönség köréből mindenki, akkor oda jött hozzám, azt mondja, apa, bemerülhetek most fel, mondom, gyere, és egy olyan jó 20 másodpercben volt a Balatonban 2 héttel ezelőtt, ő is ott most már hideg vízbe fürdi. Igen, ez egy genetikai rendellenesség szerintem a Sirila családnál, mindig valaki ilyen félelmebeteg módjára úszik a Dunába. Ebben egyet kell, hogy értsek, és ez igaz is. Igen, nyáron a nyár veletek elég nagy kiszúrás. Tehát, hogy alkoti szabja már. 20 fokos. Igen, hogy egy 16 fokos Dunába. Nagyon, amikor nyáron lemegyek a Dunára, mondjuk van ilyen szabad strand, akkor egész eltörtül a személyiségem. Igen, te csak tényleg vagy király. 8 fokos, mit tudom én, iszonyú forró víz, hát akkor úgy zavarba vagyok, hogy mit keresek én. Hát igen, a szezonon kívül. Igen. Illetve igen. Neked nyáron minden nyár egy presztis az, és más Sirilla se a régi, tudod, lejön. Ja, igen. Most jön, nézd már, ő se a régi, mondják. Hideg, hogy ne menjünk be ott a Sirilla. Nyáron alig várom, az milyen jó kis néha vannak, tudod, a globális felmelegedés miatt nyáron ilyen jeges esőket, azokat nagyon. Igen, szerintem. Ez a te pillanatod. Akárhol vagyok, akkor kiszállok mondjuk az autóba, vagy bár is, akkor örülök, hogy akkor zúdulám a jég, igen. Gyuri, nagyon-nagyon szépen köszönjük, és hát én nagyon köszönöm, szép, amit csinálsz, le a kalappal. Köszönjük szép szépen, napot mindenkinek. Vigyázz magadra, ciao. Hello, hello, Sirila Györgynek, köszönjük szépen, ciao. Nem? Kemény, azért. Elképesztő. 9 éves gyerek is megy, kicsit. De ő akar, látod, aha, nincs ebben jó. Hát látod, mama BDSM, Kriszti már lovaglópálcázik, papa úszik, igen, fia benn van a Dunába, gyerek úszik. Tehát hogy ez minden öröklődik. Még Kriszti is a Sirila családhoz tartozik? Nem, Kriszti a BDSM családhoz tartozik. Na jól van, Óven bácsira és Beru nénire nyitunk rá már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Sziasztok! Éva vagyok. Hello, Éva! Éva, mi újság, mit csinálsz, hol vagy? Én itt van vagyok, kényszer szabadságon, sajnos. Ó, ez gondolom betegség akkor, ugye? Hát fogjuk rá, igen. Hogy összetettem, mi? Azért? Hát, ugye? Azért. Eltörött a karom, csak... Ó,
azért. De nem most itt hétvégén az ónos esőben? Nem, már decemberben. Ja, azért, mert több mint 400-an törtek, zúztak kart, lábat, mi nagyon-nagyon sok törés volt. Igen, hallottam itt is. Igen. Na jó, hát ha egy játékkal esetleg jobb kedved lesz egy picit, jó? Hát, remélem. Na figyelj, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó? Bédésem van. Így. Elmentek Kriszti anyukájához egy kicsit körbenézni. Az András kereszten mi a helyzet, igen. Figyelj, mutatjuk, mit énekelnek. Ó, hát ez nagyon könnyű, Éva. Bimpi. Bimbi, na. Mit mondtál előre? Bimpi? Bimpi? Vagy Greenpeace, hogy mit mondtál? Nem ismétlem meg. De a jó megoldás az mi volt? Quimby. Így van. Szerettem egy madár. Tátongó szívében, szöves dolcsőrében, szalmaszáj. Hát ez egy jó dal. Igen, nagyon szép. Zavaromba eltévesztettem a nevüket. Hát Pimpire is jó volt, hogy nem tudom, mit azt is elfogadtuk volna. Igen. Éva, ügyes vagy, megvan az ajándékcsomagod, jó? Köszönöm szépen. Küldjük neked, gyógyulj meg. Oké, köszönöm. Sziasztok. Ciao, hello. Fulladok, gyerekek. Na jól van. 8 óra van pontosan, az M6-os teljes hosszában jó járható baleset és fakabát mentes kopasz küldte ezt nekünk. Jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 8 óra múlt pontosan 12 perccel jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Az M1-es, a 35-ös és a 36-os kilométer között kisebb torlódás a külső sáv lezárása miatt. Kis moha küldte nekünk, ez ugye az M1-esen van. M7-esen Budapest felé Polgárdinál, ez van kiírva az út feletti üzenőtáblán. M7-es szerb határ lezárva. Nagyon hasznos. Üdv Viktor. Köszönjük szépen. Aztán közlekedés M0-ról, az M3-as a kivezető sávban Budapest felé az út közepén áll egy autó, durván veszélyes. Ezt Richelieu küldte nekünk. Az István utca és a Dózsa-György út kereszteződésében nem működnek a közlekedési lámpák. Alakul a dugó, ezt pedig Perec küldte. És lesötétített transporterből mérnek a Bécsi úton befelé, a vasúti átjárónál. Grizzly. Csoda? Utoliratja, a civil kocsi fehér. Uh-huh. Tehát, hogy lesötétített fehér transporter? Aha. Ott mérnek? Ők bárhogy mérhetnek, ugye? Persze, ott nincs szabályzás. Tehát nincsen semmi, nem? Igen, mert hogyha nincs lesötétítve, akkor azért látod, hogy ott valami van középen, hogy ülnek benne, nem ülnek. Az segít, de ha lesötétítik, akkor már véged van. Igen. Tessék szabályosan menni. Igen. Ma 2 éve, hogy megszűnt a malév, írja nekünk valaki. Magába szállt a malév, így fogalmazott. Az SMS írója. Szegények, igen, hát nekik egy nagy remény volt ez a sólyom, még nyilván az elején, mert aztán utána már az ember követte a híreket, akkor látta, hogy azért ez a dolog, ez meglehetősen komolytalan. De egy ideig azért gondolom, hogy sokan reménykedtek abba, hogy talán újra találnak maguknak munkát. De hát aztán ebből nem lett semmi. Hát az is egy vidám történet, ez a sólyom, nem? Hogy most mi van a főnökkel? Most valahol elkapták. Én nem tudom, Venezuelával mit csinált? Össze-vissza, mindegyik mindenhol van éppen. Itt azért azok nagy pillanatok. 4-es úton Hajdúszoboszló közelében hatalmas köd, és mínusz 10 fok van, Ali Ati küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. Még mindig ezen a szadoma azon a mamán gondolkodom. Igaz. Azért ez, ugye? Nem azért, csak hogy egy bolti eladóból hogy jut el valaki odáig, hogy férfiakat kínoz, és mindezt a saját lakásában, úgyhogy még együtt él a gyerekével. Tehát azért itt vannak nagy élettörténetek. Négy fal között azért itt nagy dolgok történnek. Hát végül is érted, a kereslet kínálat alapon működik ez is, ugyanúgy, ahogy annak idején a boltban is, érted? De hogy? Tehát, hogy van, tehát már eladás közben is arra gondolt, hogy ez milyen jó lenne? Vagy csak tényleg nézegetett egy internetes oldalt, rájött, és azt mondta, hogy végre megtaláltam, ezt akarom én csinálni. Tehát ez hogy történik? Hát, lehet, hogy ott volt egyfajta alárendeltség. Azért, valljuk be őszintén. A boltban? Tehát, hogy egy bolti eladóként. Nem is a boltban egyébként. Tehát, hogy ott mindig így, ha nem. A Kriszta mondta, hogy ott apu volt. Ja, igen. Ráadásul még az is. Egy félmondat ugye elhangzott ezzel kapcsolatosan, hogy most akkor kiéljük ezen vágyaikat 50 fölött. Itt is kiszolgáltál, ott is kiszolgáltál, és akkor gondolta, hogy akkor most forduljon a kocka. Igen, az ő kezébe az ustor. Akkor most legyen más. Na, közeleg ugye a Szocsi olimpia.
És hát itt mindenki is hatalmas sikkasztásról beszél, meg arról, hogy milyen állapotok vannak, mennyi pénz ment el erre, mennyit támogat a Gazprom, és hogy úgy állt a Putyin az egyik zsebiből a másikba tette, mennyi mindenki meg lett kenve. De minden esetre azért nagyjából az olimpiai falu elkészült, és úgy, hogy el tud indulni a téli olimpia. Hát és nem néz ki egyébként rosszul a falu, mi láttuk róla a képeket, mondjuk egy az egyben úgy néz ki, mintha valamilyen alpesi ilyen kis falu lenne, tehát hogy nem annyira a tradicionális orosz építészetet látom benne, hát hanem tehát, ugye, sokkal inkább egy ilyen alpesi stílust, vagy igen, vagy az alpesiek nyúltak tőlük. Minden esetre a BBC riportere egy elég érdekes dolgot vett észre. Ugye rekordösszegű beruházásokról volt szó, és tényleg nem spórolnak. Tényleg nem spórolnak az oroszok, mert hogy a biatlon és a sífutás központi öltözőjének egyik mellékhelyiségében egy fülkébe két WC-t helyeztek el. Nos, a két WC az úgy van, hogy ugye nem arról van szó, hogy összesen két WC, hanem a képeken látszik, hogy két WC egyszerre egymás mellett. Igen. Tehát középen egy kuka. Hogy legyen egy elválasztó legyen. Egy elválasztó legyen. És be tud ülni oda két biatlonista, két sífutó, két óriás műlesikló, ha esetleg átkeverednek a biatlonosok WC-be, le tudnak ülni egymás mellé úgy, hogy megvitassák az eredményeket, és az egyik, tehát nem arról van szó, hogy az egyik egy normális fajansz, a másik pedig ez az öblítő, amit ugye föl szoktak szerelni. Nem egy bidé. Tehát nem egy bidé, amit megnyomsz, és akkor ott tudsz egy ilyen alvázmosást csinálni, hogy mégis csak azért úgy kicsit kellemesebb közérzettel fussál neki a napnak. Két WC-t raktak be egymás mellé. Hát vagy a Szocsiban működő szanitereseknek nem tudták, hogy mi az a bidé, és ezért azt mondták, hogy akkor vagy a kettőt rendeltek, akkor ilyen legyen kettő, nincs, tessék, bidé, így van. Te felteszük. Nem, akkor az egyiket arra... csinálsz, a másikból meglögybölsz. De az oroszoknál egyébként ilyen különleges vécézési szokások vannak, ugye minden országban más, hát azért a kínaiakról is tudjuk, ázsiai népek mit csinálnak, dél-amerikai népeknél, tehát ez az angol vécés, egy ember egy vécét célba pottyantana. Igen, pottyantósan, tehát nem mindenhol mindenki csinálja ugyanúgy. Nem, én arra gondoltam, hogy ez egy kettes bobnál gyerekek az indulás előtt még egy taktikai megbeszélés van. Tudod? Tehát kettes bob, bevonultok, leültök, lekuparodtok, elkezdődik a izé, és akkor közben megdumáljátok, hogy mi legyen a taktika. Hát simán csak lehet. Ez lehet, nem? Hát vagy itt jön elő ez a lopás dolog, hogy a válaszfalakat ellopták. Valójában ez két vécé, amit látunk, csak hiányzik a válaszfal. Elsikasztották a válaszfalakat, tehát mindenhova beszámláztak egy válaszfalat, de nem építették föl. Egyébként nagyon csinos maga a vécé. Jól néz ki, szép az öblítője, beépített vécé tartály, ahogy kell. Szebb, hogy... mint a miénk. Igen? Aha. Jobban néz ki, mint a miénk. Minőségi anyagok, érted? Mondjuk ez vagy női WC, vagy nincsen vízöblítés, mert hogy van egy kuka középen. Na, mire gondolsz, hogy nincs vízöblítés? Hát, hogy azért van a kuka, hogy abba rakják. De ez nem azért van. Én ne tévesszem meg, tehát azért, mert nem látod a tartályt, az még ott van, csak van ám olyan WC, ahova be lehet építeni ne a tartályt a falba. Az nem ilyen. Ez micsoda butaság, és ha elromlik, akkor nem mit csinálsz? Ha kivondod a falat. Júj, fúj. Tehát azért, mert a WC fölött nincs tartály, azért trükköse már az a 21. század, én olyanokat lehet csinálni, nem is gondolnád, hogy például a tartályt beépítik a falba. És ez az alsó nyúlvány itt a fajansz alatt, az minek van ott a herék? Tehát ez nem egy kéziöblítési WC, egyszerűen csak beépítették a falba. De hogy mire gondolhattak a tervezők azért, ez milyen érdekes, nem? És felhívnám a kedves figyelmeteket egy másik érdekességére a WC-nek. Ugye kettő darab WC van benne, viszont igen, csak az egyik oldalon van WC papírtartó. Ha ketten vannak bent, akkor valaki, tehát ugye ez a kosárlabda válogatottnak, ugye, akik nem játszanak a téli olimpián, ki az, akiknek ilyen viszonylag hosszú keze van, egy vagy kettő ekkora csapat szellem van, vagy kollégalitás, hogy fia, adjál már nekem is rövid, még egyet, ne spórolj, nem, ingyen van, érted? Tehát, hogy itt most basszus. Tehát akkor mindenből kettőnek kellene lenni. Igen, mert igazad van, azon az oldalon nincsen WC papírtartó, csak hát az egyik WC oldalon. Valami nincs WC kefe. Igen. Ez is érdekes. Ugye? De lehet, hogy a szemetesben van a WC kefe. Egyen rejtett. De mit arra gondoltak, hogy a sífutós csajok, vagy a biatlonista csajok nagyon csinosak, és majd átmennek hozzájuk más téli olimpiát művelők, és beülnek, bekéreckednek a retyóra? Nem tudom, egyébként ez egy érdekes reflex, tehát, hogy a pisilés is nagyon nehéz, ha beállnak melléd, nem? Bizony. Szóval ott valaki ott beáll, és akkor ott pont mondjuk, hogy a fajansznál megismert téged, vagy mi ez a piszuár, vagy mi ez? Hello, igen, Balázs, és elkezd dumálni, gyerekek, én lefagyok. Tehát, hogy így effektíve esélytelen vagyok bármit csinálni. Nem megy. Tehát ha valaki ott velem kommunikálni akar, én abban a pillanatban eljátszom kicsit, mint a csinálnál, utána eljövök, végig beszélgetem. És csinálod? De valami hangra rájön. Nem az a ciki. De hogy beülni valaki mellé, és azért ahhoz azért nagyon nagy lelki barátoknak kell lenni, nem?
Hát azt tudjuk, én emlékszem. Férfi vagy női, bocsánat. Hát szerintem női lehet a szemetesből ítélve. De mi a piszuárnál, ti mit csináltok? Tessék, tehát odába... Pisilek. Az oké, jó, rendben van. Te kakilni szoktál? Akkor fémutoljátsz. Az a baj, annyira kényelmetlen ez, de nem is értem ezeket a piszuárokat. Hát hogy lehet ezen ülni? Hát aki ezt kitalálta, annak kéne ezen ülni, nem? Ugye hülye világ ez. De mit, beálltok a piszuárhoz, mit tudom, egy digibe, vagy szórakozó helyen, vagy benzinkod, és valaki beáll mellétek. És elkezd dumálni. Hello, Jani! Hello, mi van? Sziasztok! Hát ez... Reflexzerűen azonnal? Hát ez ügy, jaj, de aranyos vagy. Szóval nem igaz a mondás, a kisemberes mondás. Az is hazugság. De itt tudsz tovább pisilni? Ne, ezek a mamerel utinom. Tudod kezdeni. Szerintem. Tehát nem, hogy ha éppen már folyik és úgy áll be, akkor még hagyján, akkor valahogy megküzdesz. De ha nem tudtad elkezdeni és beállnak, akkor véged van. Nekem általában ez nem szokott problémát jelenteni, mert ugye voltam katona. Nekem az első néhány napom az alakkiképzésem volt ilyen nagyon feszengős, azokat a napokat soha nem felejtem el, mert ott ugye 30 darab piszoár volt egymás mellett, és akkor reggel ugye nekünk takra kellett kelni, kimentél, vécéztél gyakorlatilag vezényszóra. És akkor ott bent áll 30 ember egymás mellett, és mindegyiknek kell, tehát nem az, hogy ha kell, akkor csorgatsz, ha nem kell, akkor majd később. Nem, neked ott kell, mert utána más dolgod van már. És ott álltunk így, és akkor mindegy, és semmit nem lehetett hallani, mindig csak így állt, és azt nem mindenki eltette. És akkor mentünk a dolgunkra, és mind senkinek nem sikerült, senkinek nem jött össze, de aztán így szépen lassan így megszokta az ember, és akkor azóta meg már. Teljesen immunis vagy? Teljesen. Tehát a beállsz, és valaki elkezdi, Jani, hallottam reggel, tegnap, hát figyelj, nagyon jó, és simán? Egészen nyugodtan? Hello, szia! Na, mi van? Te is! Jaj, bocsa, bal kezem. És nyújtja a kezét, ugye? Nem is van az a típus, tudod, aki átkukkol. Tehát a csajoknak azért ebből a szempontból mennyivel könnyebb, nem? Hogy bemegy, magára csukja az ajtót, ugye, de egy férfi vécében mi van? Van 6 piszuár, meg van egy férfi vécé, ami általában olyan állapotban van, hogy nem akarsz bemenni, tehát az oda már évek óta nem ment be senki. Azért van olyan állapot. Mondjuk azért, az emberek nyilván van egy periférikus látása, és azért észlelhet, hogyha csekkoló van melletted. És ott azért egy picit azért nekem is lelassul a folyamat. Ti csekkoltok, átnéztek? Be biztos. Hát most mi? Az kis elválasztó panel is van azon így. Én a fugákat nézem szigorúan. Nincs ilyen, hogy kicsit átcsekkolsz? Nem. Nem? Nem. És ha észreveszed, hogy téged csekkolnak? Elteszed és kimész. És igen? Nagyon mérges vagy. Annyira kellemetlen. Tényleg, mikor érzed, hogy forgatja a fejét. Benéz, lenéz. Azon gondolkozom, hogy kinek nagy a nehezebb? A nőknek nehezebb, mert a nők ugye azzal küzdenek, hogy ők viszont nem ülhetnek rá. Tehát azért ez egy bonyolult folyamat a pasiknak is, meg a nőknek is. A nő ugye bemegy, két választása van, vagy nem ül rá, és egy ilyen harántartásban, ugye, vagy nem is tudom, egy ilyen óriás műlesikló tartásba rákuporodsz a fajanszra, igen. De combból tartod magad, vagy papírral a nők ugye szépen, igen, leterítik, és akkor arra megpróbálnak valahogy rájönni. Elkezdi rakosgatni egy más után. A nők nagy többsége nem ül rá. Tehát a nőknek se annyira könnyű, nem? Biztos, hogy nem. Egyébként erről a párosról az jut eszembe, hogy volt Budapesten egy szórakozó hely, ahol olyat csináltak, hogy szembe volt a két WC, két női egymással, és igen, ugye ott sem volt elválasztva. Tehát bementél egy ilyen légtérbe, volt a két fajansz egymással szemben, és akkor le tudtak ülni, beszélgetni pipilés közben. Aha, az még vagányabb egyébként. Hát most barátnők, hát most mi van hát vele? És ha nem? Hát akkor nem mész be addig. Például egy görögországi utazásnál az megvan, vagy Törökország, vagy nem tudom, néhány országban például az van, hogy ugye nem dobhatod be a papírt. Na, voltatok már olyan hajón helyen? Se lehet. Egyiptomban hajón se lehet, illetve Görögországban ugye ne dob be a papírt. Hanem dob mellé a papírt, ugye vannak ilyen kis kukák. Hát tényleg így, igen, van. Ugye, igen, mert a kicsi a lefolyónak az átmérője, meg ugye a csatornarendszer nem olyan jó, és ott például mellé kell dobni a papírt. Igen. Vagy például Kína, hát a klasszik pottyantós van, tehát Kínában nincs nagyon angol vécé. Hát ott ez maga lenne nekik a kána, hogy két vécé egymás mellett a tömeglatrinák után. A kínai vécé az úgy néz ki, hogy van egy fal, azon csorog le a víz, ugye oda tudsz pisilni, és van egymás mellett, mit tudom én, 30 darab pottyantós. Ha mázlid van, akkor a pottyantósok el vannak választva ajtóval, ha nincs szerencséd, akkor csak a luk, akkor úgy van, hogy van 10 darabjuk egymás mellett. És nincs elválasztva semmi, tehát úgy történik, én voltam olyan kínai vécében, hogy te bemész, nem hittem el, gyorsan odamész a fallal szembe, igen, ha abban jön a víz, szerencséd van, általában nem jön belőle a víz, valamilyen vájúszerű valamibe kell belepisilni, mögötted pedig 8-10 ember, azt látod, hogy tolja le a nadrágját, és kínaiak, egyébként ez a pekingi állomáson volt, kínaiak pedig próbálnak oda totyogni a lyuk fölé,
És hát ott ugye azért látott, hogy a célzás nem mindenkinek sikerül. És nem is nagyon akut a takarítás. Tehát nem, nincs egy ilyen úgy állandó ügyelet, akik bemennek takarítani. Kényszeresen nem tesznek. Igen, és akkor látod, hogy kettesének nem sikerült, hatoska még egy kicsit dolgozik rajta. Nem hiszed el. És állnak, és náluk nincs angol WC, nincs fajanszer, nem kell ráülni, hanem odaállsz egy ilyen baromi nagy lyuk fölé, és megpróbálsz kicsit begugolni, és szépen beletalálni. Mondjuk mindenféle fertőzést nem kapsz el. Nem kapsz el fertőzést. Nem. A papír az le van rakva a földre, és fogod a papírt, onnan föltekersz, nem, de az ugye már átázott, mert ott mindenféle folyadék van lent. És ugye, ha nem vagy elég rutinos, akkor először pottyatasz, utána jössz rá, hogy most akkor kéne papír. És balra nézel, három kínaiat, nagyon-nagyon valamit éppen csinál. Teljesen esélytelen vagy bármire. Még én ebben nem futottam bele, csak láttam. És két darab tégla van letéve. Állítólag az például Oroszországban van néhány helyen. Én Bulgáriában voltam, és ott az van, ott háromszögű a lyuk. Ők is hogy találták ki. Háromszög, és ugye a csúcsán mellett van letéve két tégla, le van betonozva, és akkor arra tudsz állni. Hogy ott azért mégis, hogyha folyna valami. Tehát ilyen körfúrójuk nincsen, csak hogy ilyen háromszög, és a csúcsánál áll a két tégla. Az. És akkor hátra tolod a kis poppert, megpróbálod a kukeszt lehajtani annyira. Miért kell a tégla? Hát az ő ne a kakiba állja, meg ne a mocsokba. Jaj, hogy ők már ezt akkor tovább fejlesztetik, mert ők már akkor, tehát akkor két föllépőd van? Igen, van két föllépőd, ráteszed a kis lábadat, és akkor onnantól kezdesz varázsolni. De figyelj, hát ez az angol WC, ez Európa, Észak-Amerika, de hogy ez például Dél-Amerikában nem nagyon, Ázsiában nem nagyon, tehát hogy ott azért egészen mások a szokások, ők ott ezt így nem is nagyon tudnák kezelni. Komolyabb, nem tudom, milyen tartományos kínai idejön, akkor ebből inni akar, mert hogy ez ilyen falikútnak gondolja. Igen, és akkor ne dobd be a papírt, ugye ez Görögország, akkor dobd mellé. Ha csalsz, két választásod van, vagy megcsinálod, vagy csalsz, akkor viszont eldugul a WC-n. Ugye ott ilyen mindenféle tartályokba kell mellé gyűjteni. Azért az is haverom kitalálta ezt, hogy nem dobott benné, mert azért tömődik el, mert ugye összegyűröd a papírt ott közben, és ő azt találta ki, hogy miután használta a papírt, akkor széthúzta, és akkor így próbálta leereszteni a WC-t. Szépen beengedte? Igen. Azért ezek nagy pillanatok. Igen, nem árt egy-két piktogram, hogy itt kell valójában kezelni a dolgot. Azért egy hallgató, hogy az oroszok például nem ismerték régen az angol WC-t, a nagymamája mesélte, hogy a megszállásuk alatt krumplit akartak mosni benne. És... hogy miért mondta? Azt mondja, hogy de jó kis krumplimosó ez. Mert eltűntek az SMS-eim. Hogy krumplit akartak mosni benne, és amikor lehúzták, és eltűnt a krumpli, szétlőtték, mert azt mondták, hogy tolvajgép. Igen. Hát akkor nyilván belső Ázsiából jöttek, mindenféle arcok, úgyhogy nekik ez új volt. Igen. Igen. Azt mondja valaki, hogy ez az új modern féltékeny pároknak a WC-je, akiknél ugye rövid a póráz, mert hogy ketten mennek egyszerre, tehát még oda se tud elmenni. Valaki egyedül. A csajoknál mi ez a kollektív együtt megyünk WC-re élmény? Ez mi? Sose tudom. Tehát ez náluk egyfajta önbizalom hiány, hogy ketten magabiztosabban érzik magukat, vagy nekik ez egy ilyen feltöltődés, hogy együtt mennek? Hát akkor meg tudják beszélni együtt a dolgokat szerintem. Ez egy kis dumcsi szünet. Igen? Igen. Mert általában egy pasi bemegy a WC-re, onnan ő menekülni akar, nem? Igen. Azért, mert olyan állapotokban van a férfi. Minél gyorsabban végezni és elhúzni. De ők nem. Ők nem. Dumcsizni mennek be. Tehát egy csaj beül, a másik áll az ajtó előtt és beszélgetnek? Vagy a mellette lévő fülkében ő is. És akkor ők közben megtárgyalják a bent történteket. A női WC-nél mindig sorállás van, tehát valószínűleg azt a részt akarod kellemesebbé tenni, nem? Ja igen, amíg sorban. Hogy addig tudtok beszélgetni. Mondjuk fura, hogy te kérdezed hármunk között, te vagy a többet női WC-ben. Gyerekek, szemmeggyőződésen nem tudom miért, én mindig női WC-ben megyek, mert azt gondolom egyébként, hogy a női WC valamiért tisztább. És szörnyen elbizonytalanodom, amikor valami olyan oda nem illő dolgot látok, amikor azt gondolom, hogy ilyen nem jöhet ki nőből. Tehát, ugye, tehát hogy a nőkről azért ugye van egy képet, hogy mégiscsak hát azért egy női WC, és amikor bemész és állsz, hogy ugyanúgy néz ki, mint igen. A férfi WC, vagy még rosszabbul, akkor azért az... Vagy a csajok is ugyanolyanak, mint mi, vagy én nem húztam le az előtt. Igen, érdekes. Jó, na, ha valakinek van olyan tapasztalata, járt Ázsiában, de tényleg messzi földön, ahova az ember ritkán keveredik el, vagy Indonézia, különböző szigetvilágok, Dél-Amerika, ahol azért nem teljesen egyértelmű az angol WC használata, akkor írja nekünk, hogy mit tapasztalt. Jó, hármasugrásra is lehet jelentkezni, és többen kérdezik az amerikai foci relikviákat, hogy mikor sorsoljuk, de tettünk egy ígéretet, hogy nem ma, hanem holnap. Ugye? Mert akik nézték, azok alszanak. Igen. Az igazi fan az nézte. Az nézte, hát így van. Örülne a relikviának. Igen, van egy sisakunk, ugye egy 48-as számmal ellátott sisak, és van egy szuperbólos döntős labdánk,
amit holnap sorsolunk majd. Ezeket fogja hazahozni nekünk a Faragó Ricsi. A drága Ricsi. A drága Ricsi. Aki végig közvetítette ezt is, igen, ma hajnalban. 8:30 pontosan 1 perccel lehet jelentkezni a hármas ugrásra, mi pedig jövünk a hírek után. 3:49 lesz, pontosan 4 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt. Arról beszélgettünk, hogy ha az ember járja a világot, vagy járta, volt olyan szerencsés, hogy elmentett néhány országba, milyen típusú WC-kkel találkozol, mert ugye Szocsiban most átadtak egy meglehetősen különlegeset, ami szintén a WC-zésnek egyfajta furcsa formája, két WC egymás mellett, mindenféle elválasztó fal nélkül. Hogy a készítők mire gondoltak, nem tudjuk, de berakták a biatlonistáknak és a sífutás központ öltözőit használóinak. Ugye kettő darab WC, nagyon helyes, nem arról van szó, hogy az egyik egy öblítő lenne, a másik pedig egy normál angol WC, nem, két darab normál angol WC elválasztó fal nélkül. Hát igazi versenyszellem oda biatlonistaként beülni, nem? Egy francia és egy orosz biatlonista még ott is rivalizálni akar valószínű. És ugye arról beszélgettünk, hogy ha járod a világot, milyen érdekes WC-ket találsz, az angol WC azért az ugye nem mindenhol elterjedt, Ázsiában nagyon sok helyen, Dél-Amerikában és hát még néhány helyen ugye egészen más típusú WC-ket használnak, mint az angol WC. Igen. Nem is nagyon ismerik ezt. Feritől például megtudtuk azt, hogy például a Balkánon, egészen konkrétan Bulgáriában az ottani hideg burkolók még nem ismerik a körkivágós csempevágót. Éppen ezért azt oda lehetne például exportálni, jó kis pénzt lehetne belőle csinálni, mert hogy ők háromszög, de téglával extrázzák. Nekem a másik ilyen nagyon nagy élményem az a Sziget volt, ahol az állítólag például Hollandiában tökre divat, hogy fölállítanak egy szigetkét, egy ilyen kis műanyag cuccot, és három oldalról be tudsz állni pisilni. Igen, az a Hollandiában a közterületeken is van ilyen. Na, de hát ott az emberek látnak. Ez így van, de mégsem, mert ugye a te arccal a fal felé állsz, és itt simán berakják, vannak olyan terek Hollandiában, ahol találsz ilyet. Igen, egy harmad cikke a tiéd, de átlátsz a másik kukeszra, mindkettőre. Ja, átlátsz rá. Én azt hittem, hogy olyan magas, hogy nem, van, amikor el van válasz, én olyat láttam, ami el van, tehát ami három ilyen embermagasságú. Hát ilyen embermagasságú, de én például simán kiláttam mögül, és szerintem mondjuk egy nálam alacsonyabb emberek is egy kicsit jó, átlátsz. Jó, de te átnézel az Eiffel-tornyon is. Igaz, most nem megyünk bele, és közben jönnek mellette, de a tömeg megy a koncertre, de meg ott... Igen. Nagyon. Amit például valami nehéz ott megszokni, amikor Amerikában voltam, azt ők úgy csinálják, az amerikaiak meg sok helyen, hogy eleve tele van a WC. Tehát tele van vízzel. Ja, és akkor egyből... Higiéniai szempontból ugye arról szól a dolog, hogy ugye hát sokkal egyszerűbben, amikor úgy odaülsz, és azért úgy csobban egy ilyen jó ízű, tudod, és ennek ugye a fele, hogy visszajön a combodra, egyfajta ilyen alvázmosást eszközölve, azért a szoknod kell egy ideig. Tehát, hogy amikor a nyomás és az emelkedés az egy mozdulat kell, hogy legyen, mert egyébként lelocsolod a saját combodat. Nagyon kemény. Tehát ez történik. Rutintalanul belenézve, és azt mondod, hogy basszus, el van dúlva. Igen, a rohadt életben. Nyilvad a WC-szerűt, mire rájössz, egyébként nem, ez mindenhol. Ez is. Mi van? Igen, reptereken, szállodákban ők ugye a tele WC-t nyomják. Tehát ők nem értik, hogy van az, ide jönnek Európába, és miért nincs vízzel tele a WC, mennyire nem higiénikus. Ők is társ ezek a szerelőt a karbantartók. Igen, hogy léget kapott a WC-nk. Itt van egy hallgatónk, Reni. Hello, Reni, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Na, te azt írod, hogy Vietnámban jártál, ugye? Igen, egy pár éve, 3 éve. Na, ott is, hát igen, Ázsia azért erről híres, hogy nem sűrű használnak angol WC-t. Te mit tapasztaltál? Hát a francia fennhatóság miatt megörökölték az angol WC-t. Tehát van nekik számunkra normális WC, de a használatát nem nagyon tanulták meg, ugyanis ők rágugolnak a WC-re. Tehát föláll a szélére? Igen, tehát van vécélőken, ugye az egész fajansz ott van, és rágugolnak. De várj, fölmásznak a fajanszra? így van. Igen. Tehát ez egy másfél hetes aktív vécézés után jöttem rá, amikor effektíven megláttam a papucs talp nyomát, hogy akkor azért ilyen koszos és karszos minden vécélőke, mert ők rágugolnak. Hát gondolom, a pottyantósból indultak, és aztán ugye jött az angol, azt megszokták, de hogy nem ülnek rá, hanem akkor fölé gugolnak. Így van. Na de miért kell ehhez rámászni? Hát azért nagyon sok nő ugye pisil úgy, hogy nem ül rá a WC-re, csak egyszerűen, tehát miért kell rá fölmászni? Azt mondjuk nem értem. De a vietnámiak ilyen gugolós nép. Ők mindenhol gugolnak az utcán is, ők nem állnak, hanem gugolnak evés közben is, nem a székre ülnek, hanem gugolnak, vagy nem tudom. De a dolog pikantériája az még a vécézéssel kapcsolatban, hogy nincsen WC-papír. Viszont van slag. Na, az se rossz. Tehát kellemesen fel van csempézve plafonig minden WC,
és a falból ott áll egy kis ilyen egyméteres kis slagocska, egy nincsen tekerencső sem, csak meg kell nyomni a slag végén az egy kis gombot, és akkor ott jön a víz. És oda tartod? Atya Isten! Nem akarom végig gondolni. Nem tudom, hogy oda tartom-e, mert meg se fogtam, de nincs törölköző sem, tehát hogyha használod a slagot, utána hogy teszed magad szárazzá, vagy tisztában teljesen? Igen, hát már ugye az öblítés is egy érdekes dolog, de hogy utána te tényleg mitől leszel száraz, vagy hogyha nincs papír, azért az érdekes. Nem, az nincs. Hát vagy a megoldás az, hogy csalsz és nem használod, nem? Tehát, hogy némi csalást viszel a dologban. Igen. Vagy zsebkendő a női táskában is, az mindig megvéd mindentől, és persze. Igen, csak nekünk fura, néhány népcsoportnak az a fura, amikor ők idejönnek, és ezt nem tudják értelmezni. Tehát itt tényleg egy csomó indiai is fölmászik az angol vécére, mert ugye nem teljesen értik ezt, hogy mi történik, igen. Reni, köszi, hogy elmondtad, ciao. Hello. Indonéziában vécé, több helyen is ilyen van, angol vécé, de nincs tartály, mellette egy kőből épült medence vízzel. Benne kis műanyag vödör, ezzel lehet leönteni a vécét. De ugye hát te be tudsz mászni a medencébe, ha gondolod, hogy ott kicsit megfürdesz gyorsan. Igen, valaki azt érti félre. Az azért jó, mert mindig annyit mersz, amennyi kell. Igen. Ugye? Igen. Nálunk a svájci cégnél poszterek voltak a WC-ben kirakva, az indiai vendégmunkásoknak jelezve, hogy nem szabad a WC-re állni, előtte rendszeresen lábnyomok voltak a WC-deszkán. Hát ők is fölmásznak akkor. Szenzációsak, igen. Olaszországban mentünk, 14 évesek voltunk, és megálltunk vécézni. Az első csaj sikítva szaladt ki, hogy ellopták a WC csészét, szakadtunk a nevetéstől, kihívás volt ott pisilni. Bangladesben a piszuár tetején vizes palack van vízzel, csak cerkamosás a vizelés után. Tehát, ott például így intézik, hogy fölrakják a tetejére. Igen. Románia keleti régiója, Moldva környéke, egy karó leverve, abba kapaszkodva, és jó, körbe kapcsolódott. Igen, ez a legenda, de van mellette egy másik karó is, azzal a farkasokat és a medvéket rajta vág. Így történt. Igen. Dolgoztam egy német Hiltonban takarítónőként, egy kis idő múlva már a WC használatáról azonosítottam a különböző népcsoportokat. Írja nekünk egy hallgató. Srácok, én már attól is ki vagyok, ha a WC nem teljesen zárt, és közben látom a cipőjét, írja Norbi. Egyébként, amikor átlóg a fűző, azért az is érdekes, igen. Ukrajnában a pottyantós WC-re ki van írva, hogy elromlott. De várjál, mi? Azon mi? Tehát ott mégis mi tud meghibásodni? Igen. A Kreml női WC-ben melmagasságig van csak elválasztó fal, írja egy hallgató, a szomszéd fejét látod. Az ilyen, amikor így átnézel. Igen. És látod az örömöt, vagy éppen a kínokat. Amit nem akarsz, hogy lássanak, az a saját arcod, nem? Tehát például, ugye, hogy azért az egy meglehetősen erős intim szféra. Igen. Ilyen érdekes helyek vannak. Igen, igen. Lássuk, hogy kakász, megmondom, ki vagy. Igen, Isztambulban 3 csillagos szálloda, WC tusoló egyben, egy nagyobb acska lyuk a tusoló tálca falánál lévő résznél, ott a szélénél, a falból kijön egy cső, ami tusolásra és WC öblítésre is szolgál. Na. Tehát a tusolótálca falánál ott van a lyuk. Tehát zuhanyzol, ha közben rájön, akkor oda mész a zuhany oldalsó részéhez, ahol a lyuk van. Én meg azt hittem, hogy ott régebben volt egy mosógép is, és onnan kapta a vizet. Atya Isten. Mexikó normál WC, mellette kis kuka a papírnak, ám de nem, hogy függöny nincs az ablakon, de még csak üveg sincs. A hőmérséklet állandó, az eső senkit nem zavar. Lépcső közvetlenül a WC ablak mellett, így még ha nem akarsz, akkor is belátsz. A gekkók meg cuppognak a sarokból. Ezt Adrián írta nekünk. Atya Isten, mik vannak, nem? Izraelben dolgoztam 2001-ben, éjjel dolgoztunk egy arab pékséggel, közös WC, lámpa nincs, viszont rengeteg patkány rohangál. Újságból téptél papírt, és azt dobtad be. Ha begyújtottad a papírt, akkor el is futottak a patkányok, utána pár másodperc múlva szabad lett a pálya. 10 hónapot húztam le így. Vannak fényképek az utókornak, hogy milyen szörnyűségek történtek. Azért ezek kemények, nem? Az ember azt gondolná, hogy már az angol WC azért így a legtöbb helyen azért így őshonos. De hát nyilván nem. De jó is a világjárás. De szép is az, mi? Igen. Na jó van, oké, köszönjük szépen. Aztán befejeztem a reggelit, írja egy hallgató. Nem tértünk ki a részletekre, hát nem volt semmi.
Nem? Ne ránk haragudjatok azért, mert nektek szárnyal a fantáziátok. Tovább gondoltátok ezt a dolgot. Megnézzük, hogy kivel játszunk hármasugrást már is. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Jó reggel. Hello, Albert? Igen. Milyen? Szia. Hogy téged hogy lehet becézni? Már nem akarlak, csak kérdezni, hogy Albi vagy? Hát lehet, de anyukámnak engedem meg egyedül azt, hogy Bertinek hívjon, senki másnak. Ezt senki mondjuk megértem. Ezt én sem engedem senkinek, hogy Berti. Van egy becenevem, és azt használja ugye az ismerettségi körnek a 85%-a. És az pedig a Bertike. Ne. Igen. Ezért kevés a barátom. Ne, mert nem az a Berta. Letéptem az arcát. Gyere, Berta. Figyelj, te egy kínai cégnél dolgozol, vagy dolgoztál? Nem dolgoztam. Sajnos ez a cég a nagy válság idején elsőként vonult ki. Hát nem kevés embert elbocsájtva. 5500-at. Na, de akkor te is láttál érdekességeket ott a kínaiakkal, nem? Tudnék róluk mesélni, igen. Tehát nálunk ilyen 3 havi turnusokban jutalomból jöttek hozzánk dolgozni. Telefonokat gyártottunk itt, és őket elküldözgették ide, és hát ők javítgatták azokat, amit a gép nem jól rakott össze. És hát a 3 havonta megérkezett 50 ember, akik életében nem látott semmit, ami európai. Úgy WC-t sem, zuhanyzót sem, iszonyat. Tehát nekünk ilyen, én már a második turnusnál már ilyen rajzos útmutatót készítettünk, hogy hogyan kell használni a WC-t, ugyanis hát a tapnyomok a fajanszon az úgy rendben. Ja, akkor ők is a felmászósat próbálták, persze, ugye? Rámásztak, igen, és ráálltak, és hát figyelj, ez a pottyantás egy ősi ösztön, tehát ezt egyszer megszokod, akkor te már nem akarsz leülni, hát akkor vagy rámászol, vagy fölé állsz, tehát ez nyilván ez neki. Hát lyuk volt benne, aztán hát a többi meg. Igen. Már modernizált, hogy vízzel vitte le, hát most ez csak egy... És ide jöttek és gondolták, hogy milyen hülyék ezek az európaiak. Hogy ebben mi a kényelmes? Igen, hogy most ennyire túl gondolták ezt az egészet, és miért jó nekik, hogy fel kell mászniuk erre? Egyébként ahol pottyantós WC van, vagy ahol googolnak, ott például sokkal kevesebb az aranyérbetegség. Tehát ez egy európai, meg egy észak-amerikai dolog, hogy te ráülsz, és ugye ez egy népbetegség lett, a felnőtt férfi lakosság, mint a negyedét érinti, fél órát ülsz, elolvasod az összes újságot, meg nem tudom, de ugye a Google... Ott nem lehet olvasni, meg ugye a googolás a természetes. Ha tudsz, akkor olyan zombizmaid van meg, hogy... Igen, tehát ez ugyanakkor egy népbetegség. Na jó van, játszunk, jó? Jó. Milyenek a kérdések, Jani? Menni fog, a harmadiknál egy kicsit meg gondolkodni kell, de egyébként szerintem hasítani fogsz végig. Nem vészes? Nem, semmi. Na nézzük, Albert, ugye Albert? Igen. Hát, ha már... Nehogy a becenevet mondjam. Nem akarlak bertázni, igen. Jó. Így szól az első kérdés, dedikált Egér a Letétért. Melyik európai államot nevezik ezer tó országának is? Finnország. Látom. Szinte semmiség. Mehetünk tovább? Menjünk. Klassz FM-es Morning Show-s Szatyor. Vagy Egér a Letét. Az már most volt. Ne kap még egyet. Ja, még egyet adjon neki? Nagyon balkasztó volt az első. A második az pedig vagy Szatyor, vagy Egér a Letét. Hát én most egy ideje már úgy játszom, hogy az első az Egér a Letét. Kockás legalább. A Szatyor? Nem. Barna. A háziasszonyok nagyon szeretik. Fekete. Nekem barna. A színek szubjektív dolog. Jó szintévesztő Balázs. Hát, nem teljesen egyértelműek a színek. Egy ilyen önmagába visszahajtható kis elcipzározható Szatyor. Nagyon, Fantasz. Nagyon népszerű. Csajoknak nincs jó. Rajta cipze. Nincs rajta cipze? Tudod, amilyen Szatyor, olyan Szatyor, amilyen akarsz. Szatyor és kész. Így szól a második kérdés. Mi a Rocky filmek boxoló főhősének a család neve? Balboa. Így is van. Az Uccsónak ez is volt a címe egyébként. Megküzdöttem azért a Szatyorját. Az biztos. Meg. Mehetünk? Mehetünk. Na, így szól a harmadik kérdés sapkáért. Melyik az a szó, amely egyaránt jelenthet egy nemzőszervet, egy hímrovart és egy növényt is? De szép. Nemzőszerv, hímrovar és növény. Ugyanaz a szó. Biztos beugrana, hogyha nem így nagyon fogsz beszél. Magadra haragudni. Egyébként nem nehéz, tehát a kérdés nehezebbnek tűnik, mint amilyen valójában. Igen, neked is van.
Úgy gondolom, hogy van. Kettő is. Kettő is. Igen, hát ez a here lett volna. Ugye, mert hogy egy nemzőszerv, egy hímrovar, ugye, igen, a méheknél a hímeket. És a növény. És, a, és, a, és, a, és maga a növény is, igen. Ne, hát, ugye. Nem volt nehéz pedig. Nem, azért, nem. Bumbozunk egyet. Hát, ha, na, nézzük meg, jó? Mehet. Indulnak az ajándékcsomagok, tiki-taki, figyelj. Hó, azt a minden, segít neki. Hecske, te pattantyúsok királya. Na, hát, sajnos. Na, nálam jelez. Mi az, hogy sajnos? Egyéb batyút. Ja, ez nem az. Azt a mindenit. Egyéb batyút. Figyelj, Beát, ez... A mindenit. Az év első boom szoftvere? Bizony. Hát februárban most már tényleg ideje volt a rohadék, hogy adott valamit. Valami belső lettem. Ahogy, ahogy te örülsz, Albert, ja, hát, a kutya fájt. Jó, hát le ne szakítsd ott a mennyezetet, tényleg. Na, adott a szoftver egy ajándékcsomagot, úgyhogy a herés kérdés ellenére nyertél egy, egy szép kis csomagot, jó? Jó, majd megkeresem, hogy megvan-e. Jó, jó, nézd, nézd meg, csekkolt, köszi. Köszönöm, sziasztok. Ciao, hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. A here az nemzőszerv egyébként? Igen. Hát mivel a nemzőapparátusnak a része, a része és egy egyben nézzük az egészet? Igen? Igen. Egy csomag? Már hogy úgy... Hát általában. Nemzet valaki szerinted here nélkül már valaha ember? Hát ha vannak jó tartalékai, ki tudja, hogy valahol máshol tudott tartalékokat. Na jó van, ez a boom szoftver tényleg, hogy februári kellett várni, de legalább adott. Ez a lényeg. 2 perc, pontosan 9 óra, ha minden igaz, Szújó Zolit tudjuk hívni a hírek után. Aki volt olyan drága és elkéreckedett egy nagyon fontos értekezletről, hogy tudjunk vele beszélni, mert hogy lezajlottak a tesztek, ugye, és hát nagy változásoknak nézünk elébe. Úgy néz ki, a Red Bull haldoklik, hanyatlik most még. Hát igen. Ha nem tudják összekapni magukat, akkor az erőviszonyok kicsit átrendeződnek, viszont jól szerepelt például a Ferrari, akik ugye hát most már évek óta nem tudnak sok mindent elmutatni. És a Mercedes, igen. Úgyhogy Szújó Zolit hívjuk, a hírek után 2 perc múlva, 9 óra itt vagyunk, nem sokára. 4:10 lesz pontosan, 4 perc múlva, hello mindenkinek. Jó reggelt, Budai alsó rakpart már az Árpád-hídtól akadozik dél felé. Kis piros lyukas háromszög írta ezt nekünk. Pesti alsó rakpart Petőfi hídtól a Margit híd felé szintén lépésbe haladt. Béla papa az Ivekós üzeni. És a Szentendrei úton az Árpád híd feljárójánál 3 autó ütközött, áll a kocsi sor. Gabi plusz Bali üzente ezt nekünk. Igen, az Árpád híd Buda felé beállt, mint a beton. Ezért már a Váci út is torlódik a Dunaplázáig. Mi van ma reggel? Kérdezi G. Hát igen, ott az ütközés miatt, vagy a baleset miatt van ekkora dugó. Erre lehet számítani. Könnyes Kálmán körút a Rákóczi híd felé lépésben halad a Kőbányai úttól. Napsütése, szép napot mindenkinek. És Kaposváron süt a nap, lehúztam az ablakot, kitettem a fülem. Így én vagyok a nap hallgatója. Írja nekünk egy hallgató. Köszönjük szépen. Itt még óriási csata van a szaporítószerv, nemzőszerv, hímivarsejv fronton, tehát ez nagyon... Akinek sikerül, nem nagyon zajlik, zajlik az élet. Here nélkül, kedves férfi társaim, annak azt szerintem egy biológiai csoda, egyrészt másrészt meg gratulálok neki, mert akkor valószínűleg hímivarsejtek nélkül is sikerül neki szaporodnia, illetve nem zenéje, mivel hogy a herék termelik a szaporító, illetve hímivar sejteket. De Annának most telefonált valaki, aki jó. Szerint nem a here. Tehát, hogy már hogy nem a herét termeli. Csak mondom, tehát itt azért nagy harc van most, hogy miért nyerte meg a hallgató. Hát Anna a 8. telefon teszi le, hogy értsd már meg, hogy megnyerte. Vegyük el az ajándékot addig, amíg akadémiai állásfoglalás nem érkezik. És ráadásul nyer a játékos. Jó? Tehát, hogy most mi fáj? Mi van? Állabál, hát figyelj, kapkodom a telefonokat. Hát pár ebbenek úgy érzem, ha megvilágítottam a biológiai fejlődését, az odavezető utat.
Nem volt tiszta nekik, hogy a here és a pénisz viszonya hogyan van. Példát de, hoztam a petefészek és a méh viszonyában. Gondolom, azzal már teljesen összezavartad. Igen, igen. De lehet, hogy megvezette a felesége. Nincs a here és mégis van gyerek, és eddig be tudta ezt adni. Igen, nem értettem. Én gyarapszom, és szerintem most borul ki a dilema. És követelték a játékostól a visszavonást? Nem, azt nem követelték, csak hogy ő helyreigazították a dolgokat. Tehát az anatómia szerint ugye a here a hím nemző apparátus része, egy szilva alakú szerv. Tehát egy szervről beszélek, ami szilva alakú? Most képzeljétek el, már akinek. Okay. Hát, na, akkor viszont nekem is vannak kérdéseim. Neked őszint hát, valaki. Nekem, nekem gránatom. És kettő. Igen, nekem lícsi alakú. Na jó. Hagyjuk ezt, hívjuk a Szújót, jó, hogy mi a helyzet a Forma 1-nél, mert lezajlottak a tesztek, Szújó Zoli van olyan drága, és kijött nekünk egy nagyon fontos MTV, MTVA, nem tudom milyen értekezletet szakítottunk ezzel félben, hogy felhívhassuk a mi drága Zolinkat, hogy meséljen arról, hogy mi történt ugye a teszten, mert hogy fölborulni látszanak az erőviszonyok, a Red Bull haldoklik, a Ferrari és a Merci ére tört, és Vettelék nem annyira találják még a jó irányt. Ami mindenképpen örömhír, a X éves Red Bull hegemónia után most már jó lenne, ha valaki más is nyerne világbajnokságot. Most csak mondanám, nagy változások vannak. Most mondanám a tutit Altatnak. Megint az Altatás megy, azt gondolod? Biztos. Igen? Figyelj, ott áll mindenki. Hereszben nézik a izéket. Na már Hereszben. Hereszben. Na már megint. Akár én úgy mondom, hogy Jerezben, ott áll mindenki Jerezben, nézik, és a Red Bull nem jön ki. Érted? Mindenki áll, mindenki vál, mert tudják, hogy bitang. És nem jön ki ezt. Gyerek, nem. Szeretem, amikor így értesz hozzá. Biztos, mert ebben azt gondolom, hogy jó nyomon vagyunk. Altatás van. Meglátjátok, az első futamon oda vernek mindenki. De ha már szóba került megint, és a Szújó is itt lesz, kérdezzük meg őt is, hogy neki mi áll a lakó. Szilva vagy gránátom. Itt van velünk Szújó Zoli. Zoli, jó reggelt kívánunk. Hello. De azt, jó reggelt kívánunk. Nekem szerintem egy Forma egy logó alakú. De gyerekek, mit Forma egy? Mielőtt elkezdenénk Forma egyezni, amikor nyakig ülök és állok és dolgozom a Sanko, a Skeleton és a Bob közvetítések háttéranyagában. Jézus! Tényleg? Te leszel majd a téli olimpia egyik? Képzeljétek el, igen, hogy műsort vezetek meg. Úgy voltam vele, hogy ezeket bevállalom, hiszen itt is pályán mennek időre, tehát olyan nagy különbség nincs a Forma 1-hez képest, úgyhogy beírtam magam a Skeletonra, a Sankóra, sajnos Pulai nélkül, és a Bobra. Igen. Kis stúdió, nagy laptop, mint nyáron? Igen. Ugyanaz az ing? Ugyanaz az ing két héten keresztül, persze. Szevasztok, jó reggelt! Jó reggelt Hello. Kívánunk! Valami Hello. Nagyon fontos értekezletről rángattunk ki téged? Hát éppen? Igen, most már azért nem telik el úgy nap, hogy nem foglalkoznánk egy kicsit a hamarosan kezdődő téli olimpiával, de azért annyira nem fontos, hogy ti ne tudjatok fölhívni. Minden fontos ember ott volt? Smeg hajú Filip is? Abszolút. Mindenki megjelent. Figyeljetek, még egy dolog, mielőtt a formájba belevágunk. Reggel hallgattalak benneteket, és a szövegkörnyezetből a BDSM-ből az SM-et, azt kikövetkeztettem, hogy mi lehet, de mi a BD? Ez egy jó, pedig azért itt vannak nagy fogyasztók, tehát azért azt tényleg egyébként tényleg, mi a BD? Várjál. Van itt, aki tudja egyből, nézd meg. Szerintem nem a bondage? Tehát nem a... Az csak egy szett. Én arra tippeltem egyébként, igen, de az SM-et azt értem, hogy SM-et, igen, de mi az a BDSM? A bőrben dorongol. Igen, szerintem az a bondage. Bondage. Jó, köszönöm. Ugye csak ha valaki nem aludtam, arról beszélgetünk, hogy 50-60 évesen milyen nagy megvilágosodások zajlanak, és kinek az apukája, nagypapája kezdett el valamit művelni mesterfokon, valamilyen sportból indultunk ki, ugye, hogy triatlon, vagy mit tudom én, bármi. Aztán egy nagyon helyes lány telefonált, hogy az anyukája bolti eladóból átment a BDSM szexbe, és azóta bőrlak csizmában mindenféle férfiakat büntet. Igen, kemény volt a sztori, nem? Nagyon kemény, és igazából én is érzem, hogy most már kevésbé érdekel a Forma 1, és kacsingatok már. Igen, a kis szoba felé. Egyszer fölraknak egy András keresztet, nem akarsz onnan lejönni, Zoli, az egész biztos. Na, mi történt a teszten? Ja. Valóban haldoklik a Red Bull, engem ez érdekel, kezdek reménykedni, lehet, hogy újra nézni fogom, ha ők végre egyszer tényleg meghalnak. Nem, mintha nem lennének baromi jók, csak tök unalmas, hogy mindig ők nyernek, most viszont nem megy nekik annyira, legalábbis eddig, nem? Abszolút, és ez azért több, mint altatás, vagy legalábbis most ők nem alszanak, illetve nagyon keveset. Az tény és való, hogy nagyon rosszul indult számukra az idény. Ugye nagyon érdekes adat, gyorsan megnéztem, hogy ugye a 4 napos teszt alatt a Red Bull összesen 21 írdésmond 21 kört teljesített Jerezben, Sebastian Vettel és a frissen igazolt Daniel Ricciardoval a fedélzeten. Ehhez képest a Mercedes a 4 nap alatt megtett 309-et, de még a 10. Marussia is, amelyik azért szintén nem egy világverő csapat,
30 körrel megelőzte a Red Bullt, akik haza is mentek a tervezetnél korábban. Úgyhogy nagy a baj, és állítólag azért, mert ugye most az idei szabályváltoztatások miatt nagyon komplex az erőforrás rendszere ezeknek az autóknak. Tehát nekem is majd át kell állítani az agyamat, még Weber Gabinak, hogy nem motorokat emlegessünk, hanem erőforrásokat, mert ebben benne vannak az energiaviszonyerő rendszerek és minden más. Tehát nagyon komplex ez a rendszer, és úgy tűnik, hogy a Renault, ugye a Red Bullnak a motorfejlesztő partnere és motorfejlesztő partnere nem tudja úgy megtalálni a hiba okát, hogy rámutatnak egy területre, hogy oké, itt szúrtuk el, ezt kikalapáljuk, és akkor mehet mindenki, hanem ez egy nagyon komplex probléma állítólag. Ráadásul valamit Adrian Newey is elrajzolhatott a tervezőasztalon, mert egy nagyon komoly túlmelegedési problémával küzdött a Red Bull ez alatt a 21 kör alatt, amit szintén nem tudtak orvosolni félnapos kalapálgatással. Tehát egyelőre úgy tűnik, hogy az elmúlt években az egyik legnagyobb kihívása előtt áll a Red Bull, és hát nagyon gyorsan kell nekik dolgozniuk ahhoz, hogy a következő Bahreini tesztre, ami február közepén, második felében lesz majd, ki tudják tolni az autót, és rendesen tudjanak tele. Igen, azt lehetett látni, hogy valami ilyen manuális hűtéssel így a kasznira ütöttek egy lyukat, és azon keresztül volt valami fotó, és azon keresztül próbáltak hűteni. Azok már minden, így van. Igen. Azok már próbálgattak mindent, és ugye az volt a rossz, hogy ezeket a problémákat a teszt arra való, hogy ezek a gondok kijöjjenek. Ezt azért tegyük nyilvánvalóvá, és ezért kell körözniük a pályán. Akkor sikeres a teszt. Pont tulajdonképpen igen, csak hogy ott annyira nagy volt a gond, hogy nem tudták megoldani ilyen apró trükkökkel, és haza is kellett nekik menni hamarabb, úgyhogy én azt hiszem, hogy a Mercedes, akik azért alapvetően talán a legjobban jöttek ki ebből a tesztből, meg mondjuk mellettük a McLaren, hát okkal bizakodhatnak, hogy idén esetleg sikerül elkapni a Red Bullt. Ami még érdekes volt, hogy a fiatal Kevin Magnussen, aki ugye újonc a McLarennél, Jenson Buttonnak lesz a csapattársa. Ez egy dán fiú, és Jan Magnussen révén már érintett volt a Forma 1-ben a család, hiszen az apukája is néhány futamon indult. Szóval, hogy ő borzasztó jól teljesített, egyrészt megnyerte a tesztet, ilyenkor azért a köridőkből még nem szabad messze menő következtetéseket levonni, de azért mindenképpen jelzés értékű, hogy ő volt a leggyorsabb. Ami még érdekes volt, hogy Felipe Massa, ugye, aki átigazolt a Williams-hez a Ferrari-tól, ő lett a második ezen a bizonyos teszten az összesített időeredmények alapján. Mondanom sem kell, hogy ő is Mercedes motorral megy, mert ugye a Williams az Mercedesre váltott bizonyára 2014-re. Hamilton lett a harmadik és Button a negyedik, tehát az első négy helyen csak Mercedes partnerek zártak, utána jön a Ferrari, megint Mercedesek, és a legjobb Renault partner csapat az a Toro Rosso volt, Jean-Éric Vergnél, aki a 12-ben. Az nem túl biztató. Az egyelőre nem. Nem. Az biztos, hogy Renault motor? Nem Dacia? Manapság ezt már nem lehet tudni, egyébként ők is váltottak, mert ugye a Toro Rosso tavalyig Ferrari volt, de most ők is váltottak Renault-ra, lehet, hogy most megbánják. Egyébként a Ferrari sem annyira rossz, tehát ezt mindenképpen ki lehet jelenteni, hogy talán erősebbek is, mint amilyennek saját magukat gondolták, vagy tartották. És ami még nagyon fontos hír, sokan aggódtak az autók hangjával kapcsolatban, ugye az 1.6-os turbomotoroknak azért egészen más jellegű hangja van, mint a korábbi időszakban. Egyáltalán nem rossz. Tehát picit talán halkabb, de ez még mindig egy nagyon jó versenyautó hang. Az pedig egészen különleges, ahogy ezek az energiavisszanyerő rendszerek dolgoznak, és termelik vissza az energiát az erőforrásokba, hogy ezek hogyan hallatszanak. Tervezzük majd egyébként az Ausztrál nagydíjon, ugye március 16-án kezdünk, akkor majd egy ilyen kis etűtöt összeállítunk a kedves nézőknek, meg hallgatóknak, hogy füleljenek egy kicsit. Hogy mi a különbség? Talabarna ül a stúdióban, és szájjal utána. Igen. Figyelj, a Ferrari-nál ott most ki a rangidős, vagy ki fog ki alá dolgozni? Ugye? Ez azért a nagy kérdés, ugye ezért is lesz érdemes nézni egyebek mellett a 2014-es szezont, mert hát itt azért az első néhány verseny hétvégén szerintem a kankutyák keményen körbe fogják vizelni a területet. Igen, az egy érdekes párosítás azért Alonso Räikkönen együtt. Igen, és ki fogják jelölni. Az igazság, hogy én azt hiszem, bár rengeteg új szabály van, de azért az mindig egy előny, hogyha egy csapattal régebb óta dolgozik egy pilóta együtt, jobban ismerik egymást, a fejlesztési mechanizmusokat, a kommunikációs csatornákat a csapaton belül. Tehát ez a különbség, ez általában a szezon második felére szokott eltűnni, vagy inkább a végére. Na de hát Kimi Räikkönen ugye volt már egyrészt a Ferrari-nál, tehát nem teljesen idegen a környezet, amiben most bemegy. És azért ő is egy intelligens versenyző. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy a szezon elején
szerintem Alonso azért picit jobb lesz, mint Räikkönen. Aztán a szezon második felében meglátjuk. Ők jobban vannak? Mert ugye tudom, hogy a Red Bull ott Vettel, Räikkönen páros azért se lehetett, mert nem nagyon bírták egymást. Vagy nem, nem ők pont bírják egymást. Ők az Alonso, Räikkönen, ők jobban vannak? Hát figyelj, Räikkönen alapvetően nem egy rossz csapattárs, tehát egy nagyon apolitikus alkat, ő igazából megvonja a vállát és tovább megy, és gond nélkül betagozódott annak idején Felipe Massa mögé is. Tehát abszolút jó csapattársnak mondható ilyen szempontból. Az más kérdés, hogy egy Fernando Alonso mennyire fogja kihozni belőle az állatot, pestiesen szólva. Alonso az nehéz ilyen szempontból, tehát ő azért kiköveteli magának az első számú pilóta státuszt, de most azt mondták, hogy rendben van, lehet első számú versenyző, de akkor érkezik melléd egy világbajnok, és akkor mutasd meg magad. Úgyhogy ez lesz a 2014-es év egyik legnagyobb házon belüli csatája, ez mindenképpen highlight. Meg mondom, én nagyon kíváncsi vagyok Felipe Massára, hogy felszabadulva a nyomás alól, ami azért éveken keresztül ott volt rajta a Ferrari-nál, még akkor is, ha jól érezte magát, hiszen egyébként jó volt, hogy jól érezte a Ferrari-nál magát Massa, de most rangidős pilótaként új csapatnál, ráadásul egyelőre úgy tűnik, hogy nem is rossz csapatnál, elég versenyképes autóval, mire lesz képes, ez egy nagyon nagy kérdés számomra, meg hát azt, hogy fogják bírni ezek az erőforrások. Itt a fizetési listákat nézegetem, és ahhoz képest azért, hogy mondjuk a Vettel, igen, hogy hogy ki áll, keres. Ki mennyit keres, igen, ahhoz képest például a negyedik helyen van, vagy a harmadik helyen van a Buttonnal és a Vettelrel, de messze Alonso és Hamilton egészen meglepő módon 20-20 millió euróval. 20 millióval, igen. Igen, vannak az élen. Tehát azt gondolom az ember, hogy azért most már Vettel bizonyított, hogy többet keressen, de negyedik csak. Azt még azért fontos hozzátenni, hogy legjobb tudomásom szerint a szponzori pénzek azok nem feltétlenül jelennek meg ezen a listán. Tehát könnyen elképzelhető, hogy olyan premizálási rendszer van, sőt, viszont pontosan tudom a Red Bullnál, hogy viszonylag kicsi az alapfizetés, viszont aztán a világbajnoki pontok meg világbajnoki cím után azért bőven jár. De nagyjából ez egyébként tükrözi a valóságot, igen. Hát Hamilton, Alonso, ők tárgyaltak jól, meg Jenson Button. Igen, igen. Szegény kis Massa 4 millió eurójával, hát szinte az már szabad szemmel, már nem is nagyon látható összeg, amit jó, hogy össze. Majd, hogy nem kiröhögik egymást. Majd tudom, igen. Figyelj, és mi lesz az Ecclestonnal? Börtönbe megy? Vagy ott azért melegedik így a levegő körülötte? Ugye? Igen, most, hogy így készülünk elő a Forma 1-es szezonra, lassabban is jönnek a válaszok Ecclestone cégétől, mint azt gondolom, hogy most van baj, bőven. Lehet, hogy a kollégák is várnak, hogy akkor most mi lesz a főnökkel. Nem, én azt hallom, azt olvasom, hogy bár van baj, de azért minthogyha enyhülne egy kicsit ez a müncheni bíróság, és bedobtak egy ilyen 300 millió eurós hírt azt hiszem a napokban, hogy ha annyit fizet, akkor elvileg mentesülhet a vesztegetési vádak alól. Szerintem erre mindenképpen aludnunk kell együtt-kettőt, mert nem eszik azt olyan forrón. Szerintem Bernie Ecclestone a maga 83 évnyi tapasztalatával, élettapasztalatával ennél komolyabb helyzetekből is kihúzta már magát a hajánál fogva, úgyhogy ő azért Őrület az öreg egyébként, nem? Ami vesztegetési vád volt, aztán most ebből próbál kimászni. Ugye egy kisebb bőrönnyi táskát ott átadott valakinek, hogy legyen. 44 millió euró landolt egy táskában, amit odaadott annak a német bankárnak, aki aztán a Reálisnál alacsonyabbra értékelte a Forma egy összértékét, így aztán azt a céget hozva a kedvező helyzetbe, amelyet Ecclestone szeretett volna. És ez az ember egyébként most börtönben ül, aki ezt a 44 milliót most nem tudja elkölteni éppen, mert hogy hűvösön van, tehát azért tényleg meleg a pite, de szerintem ezt is meg fogja úszni. Ekkor ezt a nagy kérdés egyébként, hogy mi lesz utána, akármi is történik vele, azért hát sajnos a biológia, meg az ember az életében a korában előrefelé halad. Én azt hiszem, hogy ezt az egészet egy ember nem fogja tudni irányítani. Ugye felmerültük korábban Flavio Briatore neve, aztán Christian Horneré, mint lehetséges követői, de azt gondolom, hogy majd, ha ez aktuális lesz, akkor jóval nagyobb annak az esélye, hogy egy csapat fogja irányítani az egész Forma 1-et. Legalábbis két ember, egy valaki a sportszakmára figyelve, a másik pedig a gazdasági meg az üzleti dolgokra. Gyulai Zsolt neve nem merült fel véletlenül? Még az is lesz, Hungaroring elnöki székéből Börnék lesz a néba. Nagy ugrás, azért az mondjuk az egy már ilyet. Igen, azért szép nagy ugrás. Na jó, mikor lesz a következő teszt? 3 hét akkor? Amit figyelünk el újra? 19 talán, de ez most nem nagyon van a fejemben, és aztán egyből utána március első napjával zárul a harmadik teszt, mert ugye összesen 3 ilyen előtt az, ami teszt van, 4 napok.
A második kettő már Bahreinben lesz, ami azért is fontos, mert azért itt Jerezben elég hűvös volt, és ezek az autók általában 25-30 fokban mutatják meg az igazi ényüket, hogy hogyan működik, meg persze a gumik. Apropó gumik, szerintem a Pirelliről most nem fogunk beszélni ebben az évben annyit, mert hogy ugye aláírták az újabb 3 éves gumiszállítói szerződést a Forma 1-el, tehát azt hiszem, hogy mindennek tesznek azért, hogy ne legyenek ők a fő téma, meg most lesz miről beszélni úgyis a motorok meg az erőforrások kapcsán. Zoli, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Korrekt volt. Nem tudunk. Csűrtem, csavartam, bekérdeztem, ezt nem tudtuk sem. Majd figyeljétek a bob közvetítéseket, mert azért nem vagyok egy bob szakértő. Tehát megtanulni egy sportágat 2-3 hét alatt az majd, hogy nem lehetetlen, de annál nagyobb lelkesedéssel vettem bele magam közvetítést. Figyelj, az üvöltözés sok mindent elnyom. Tehát, ha megengedem, az kicsit... Az ott nem veszük észre a hiányosságokat, ha nagyon kiabálsz, úgyhogy az nem. Azon gondolkoztam itt a bob verseny elején, mit mondjak, hogy hajtsák le a fejüket? Igen, ott is kell egy mondat, azt talán ki. Húzódjanak össze! Homlok! Igen. Zoli, mennyire értekezni? Nagyon szépen köszönjük, vigyázz magadra! Szép napot! Zoli, köszönjük szépen, ciao! Na, kíváncsi vagyok. Így, hogy már nincs Red Bull hegemónia, vagy ha nem altatnak, már pedig azért ez most nem annak tűnik, másokkal izgibb, nem? Igen, igen. Meg nem. Én erre a masszás története vagyok nagyon kíváncsi, hogy első számú pilótával előrépve, úgyhogy mindenki a keze alá dolgozik, hogy ez milyen, hogy mit hoz ki majd belőle. Igen. Na jó, van 9:30 van pontosan, várunk közlekedési híreket, leginkább azt kérdezik hallgatóink, hogy mi a helyzet az Árpád hídon, mert hogy totálisan beállt. Egyelőre csak annyit tudunk, hogy valahol ott a pesti oldalon van egy 3-as koccanás, de hogy hol pontosan, azt nem. Viszont emiatt van nagy dugó, ha valaki tud pontosat írjon, és van egy trafink is, az M1-es Győr felé vezető oldalán, a 87-es kilométernél lézer show a felüljáróról, ez is ebben a pillanatban jön. Jött 9:30 van pontosan, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. 9:50 múlt pontosan 4 perccel. Itt vagyunk. És megvan a baleset oka, vagy pontosan, hogy mi történik. Árpád híd? Az Árpád híd, igen. De nem alig tudom várjuk. Komolyan, most már én is izgulok itt az ülőin, hogy mi az Isten van ott. Hogy mi a fene van az Árpád híd? Esküszöm, volt. Itt volt. Hát mondom, hogy itt volt. Ja, hogy aha, jó. Megvan. Árpád hídon a Margit-szigeti lejáróhoz közel... Megint elveszem? Ma nem vagyunk jobb a gépen. Árpád hídon a Margit-sziget lejáróhoz közel Buda felé van a 3-as koccanás, szép napot Detti, és a koccanás után már üres az Árpád híd, valószínűleg a rendőrautó látványa okozza a dugot Buda felé, Pest felé jó minden. Köszönjük szépen. Nem lehet, hogy a koccanás előtt üres az asztal? Én már nem tudok semmi, gyerekek. Ez a Woody Allen sztori milyen kemény, olvastátok? Hát... Gyerek szólt, igen, a gyerek, aki közben azért felcseperedett, az előállt újra most már immár sokadjára azzal, hogy mit csinált vele Woody Allen, amikor ugye 7 éves volt. És a New York Times internetes kiadásában szombaton megjelent egy blogbejegyzés, amiben azt állítja, hogy mi történt vele 1992-ben. Ő örökbefogadott gyerek, mint akivel jár, egy darabig Woody Allen, vagy járt? Igen, ő ilyen nevelt lány. Igen, de igazából mindegyik. Igen. Csak az apaként ezen elgondolkoztam ezen a híren, hogy az Istenbe jut az eszedbe. Igen, de, ugye a Kék Jászmin, igen, a Kék Jászmin című filmnek a cselekményért a forgatókönyvírók céhének díjára jelölték, és pont ezért ekkora tette a megjelenést. És ír egy meglehetősen megható hangvételű levelet arról, ami úgy kezdődik, hogy melyik a kedvenc Woody Allen filmje, mielőtt válaszolnál, jobb, ha tudod, hogy mit csinált velem Woody Allen. És hát ebbe leírja, hogy hogy vitte föl egy ilyen homályos, szekrényszerű padlásnak a tetejére a házunk első emeletén, és ott mit kért tőle Woody Allen, meg mit csinált, meg hogy csinálta. Mia Farrow volt ugye a Woody Allennek az élettársa, és ő már szintén megvádolta egyébként. Hát igen, hát ugye a nevet lányával való kapcsolatban is mentek szét ők egymással. Mia Farrow és Woody Allen. Bizonyám. Na minden is leírja, hogy mi történt, hogy csinálta, hányszor csinálta, miért kellett csendben lennie, hogy történtek a dolgok, és hát Woody Allen most tagadja a vágyakat. Illetve ezen a héten nem is kívánta kommentálni, régebben már tagadta a vádakat. Ilyet magától szörnyű azért kemény. Valaki nem talál ki. Nem?
Hát lejárató kampány lehetne, de hogy meg mi értelme van, igen, egy ilyet. Na nem, és leírja egyébként, hogy hányan vannak még hasonló helyzetben, és hogy ők se hallgassanak, és merjék elmondani, és hogy milyen lelki károkat okozott benne ez a tartós incidens egyébként gyermekkorában, mert hogy nem történt, nem egyszer történt, hanem többször, és ugye hát ez nyilván nem tartós lelki károkat okozott. Meg is akartam nézni ezt a kék jelz, mint egyébként valami. Most bukta? Hát igen, úgy elment tőle a kedvem valahogy. Én erre nagyon harapok, tehát aki gyerekeket bánt, meg üt, ver, meg ilyen dolgokat csinál, az a szülőként az a legszörnyűbb. Igen, a másik szörnyű, de ha gyerekes szülő vagy, tehát gyereked van, akkor ezek már azért nagyon érzékén tudnak érinteni. Lehetett mondjuk már azt sejteni, hogy van egyfajta ilyen orientáltság, tehát hogy a hát ez fiatal, egy meglehetősen a fiatal lányokat ami is kedveltek korábban, de hát ez. És hát szörnyű akkor, mondjuk ezt így úgy olvasni, hogy közben meg az embernek szereted nagyon a filmjeit, nagyon szereted a humorát, egy bizonyos tekintetben ő azért egy idol, egy nagyon fontos személyiség a filmművészetnek, erre kiderül, hogy... És akkor külön lehet választani, hogy a film egyébként jó is. Megnézed? Hát ez a Polanszkinál is egy jó kérdés, igen, azért igen. Nyilván. Igen, tehát, hogy azért ott is voltak érdekes dolgok, ugye? Hát azért csak ott nem volt tudható. Tehát, hogy ott annyira ugye azon a határon volt a dolog, hogy tehát egy nemileg érett lányról volt szó. Hát állítólag ő sem tudta, hogy még kiskorú, stb. Tehát, hogy azért... Hát nem, a Polanszkinál se, igen, a Polanszki nem tudta, hogy kiskorú, de amikor bekábítószerezzel valakit, és utána közösülsz vele, úgyhogy ez a kislánya semmire nem emlékszik, és azért ő előtte jelezte, hogy ő ezt nem nagyon akarja, akkor ott azért nem ment, csak nem tudtam, hogy kiskorú. Neveled. És hogy na, hát nincs különbség számomra. És egy partin történik, hogy mit keres ott azon a partin egy ennyi idős kislány? Állítólag ugye ott az anyja vitte oda. Tehát az anyja vitte oda, igen. Az egész, ott azért az nagy katyvasz, tehát, hogy ott, érted? Ebbe a számomra egy kalap alatt van a kettő, tehát aki bedrogozik egy 16 éves kislányt és megerőszakolja, nem sokban különbözik nem számomra. Nem ezt mondom, nem mossuk össze a két dolgot egymással, mert hogy nem ugyanolyan jellegű dolog. Tehát, hogy érted, egy olyan feelingbe, egy olyan világba, egy olyan helyen, egy olyan életvitel közepette, ahol mindenki iszik, drogozik, partizik, stb. Hát akkor is egy rohadék dolog. Tehát, hogy... Az, nem is ezt mondom, hogy nem az, azt mondom, hogy az, de itt a másik ember a saját nevelt lányjal, egy kis gyerekkel csinálta ezt végig, úgy, hogy visszaélt a bizalmával, a szeretetével, és színjózanul. Igen. Na mindegy, igen, érdekes történet, kemény, de jó, hogy ilyenekről beszélnek a nők meg, hogy ezt elmerik mondani, meg ezzel előmernek állni. Persze, nyilván ezt már bizonyítani soha nem tudja, úgymond, hogy ebből eljárás legyen, régen volt, tehát ebből már semmilyen ügy nem lesz. Meg a Woody Allen egyébként se jár el nagyon diátadókra, tehát erre se fog, de derüljön csak ki az ilyen rohadéknál. Ha ez valóban így volt, akkor abszolút, abszolút megérdemli. 3:10 múlt 4 percet. Csabi, hello! Jó reggelt, szevasztok! Hogy bejöttél? Jó, mi van? Baj van? Igen. Kizártad magad a lakásból, hogy mi történt? Ideg van kint. Elmentem futni, aztán már nem bírtam haza, mert mindenki elment otthonról. Mondom, akkor bejövök. Na jó, hát, fújták két napot. Volt egy két nap Szabin, hát most érted. Hát csak rólad vettem példát. Az igaz. Én egy hét csúsztatással. De nem igazából nem Szabin volt, tehát cseréltetek a Garamival. Tehát te voltál a hétvégén, és akkor hát, vissza. Tulajdonképpen egy Szabin, igen, csak én egy héttel korábban a Garami helyett dolgoztam a hétvégén, és aztán így. Tulajdonképpen cserélgettünk, igen. De hogy vagytok, jó? Jó volt a hétvége azért nektek is? Igen. Azért nektek. Azért nekik. Azért jó. És neked az elmúlt 8 nap. Jó volt, igen. Ez a kettő nap. Igen. Maziztunk, kirándultunk, mindenki mindenhol, ónos esőztünk, estünk, eltünk, nem? Minden volt. Ki voltál tegnap? Mekkora ónos eső volt? Érezted? Láttad? Fogtad? Vetted? Nálunk képzeld el, valamiért akkora nem volt. De nem volt? Érzékeltem, hogy nagy, de gondoltam, hogy kimegyek és felszórom a járdát, hogy jönnek arra nénik, bácsik, ne csusszanak el, de nem kellett. Tehát, hogy nem volt olyan jelentőségünk, amit ne lehetne lejárni. Tehát, hogy elmentek ketten-hárman, és már is megszűnt a csúszás. Vannak ezek a kamikáze idősek, akik csak azért is elindulnak, nem? Te van az a típus, aki jó, meg hát, akarja mutatni, hogy csak elfogy azért... Elfogy a tej, akkor el kell menni a közérbe, ne vicceljed. És hozni kell. Vagy ha elfogy a cukor, hozni kell 30 kilót. Hát, azonnal. Nehogy baj legyen, igen. Esik, hogy hó, vagy eső, vagy ónos eső. Sportoltál? Ma voltál? Képzeld el, kimentem. Na. Gyönyörű, mert hogy azt látom... Eddig ugye mindig felkeltem 6-kor, kimentem futni, tök sötét volt még, amikor hazamentem akkor is. Most már reggel 6-kor világosodik. Nagyon súlyos tényleg. Majd az óraátállítása kicsit megint visszaesik, de most már kezd hamar világosodni. De én már érzem, hogy ez a tavasz. Ez a tavasznak az egyik előjel. Elne picit kapkod, azt gondolom, optimista. Igen, picit, de optimista hozzá. Nagyon, tetszik. Nagyon optimista.
Igen. Majd a kérdésre is így fogok választani egyébként. Na, ezért. Mi vannak remek zenéid is, ne csinálj. Nem, pont ez jutott eszembe ma reggel, hogy és ráadásul már a nap is kisütött, világosodik, és most már közelebb vagyunk a következő nyárhoz, mint a tavalyihoz, uh-huh. És eszembe jutott a tavalyi nyár, egy kicsit nosztalgiázunk. Te már nagyon kipihented magad, tavasz van, tavalyi nyár. Nem, nem a legújabb dalok közül hozok egyet, hanem egy olyan dalt, ami meghatározta a mi közös nyarunkat tavaly, a Magnacum Laude köszönet című dala, ami ugye tavaly nyáron volt újdonság. Ti nyáratokért biztos meghatározta. De nem, hát ugye jöttek velünk ugye a mezőmisiék, a turnére, igen, a klassznyára, és azt mondod, hogy kicsit felidézzük ezt. Következő órában meghallgatjuk megint ezt a dalt. Hallgatok, úgyis nagyon szeretik, én is nagyon szeretem, ti is szeretitek, hát mit akarunk még? Hát ez a Csabi. Csabi hihetetlen, hogy harmadik gyerek legyen belőle. És tessék, azt látom, hogy bejöttem, meséltem egy kicsit nektek erről, és mindenki mosolyog. Vagy kiröhögtek engem. Igen, hát kérdés, hogy veled nevetünk-e, ugye? Vagy rajtad, ez mindig nagy kérdés, igen. Nem, veled, abszolút veled, igen. Hívjuk a naphallgatóját már is. Ha mondja, hogy Morning Show, övé az ajándékcsomag. A lenyugvóna pereje, hihetetlen ez a Csabi. Hát neki is lehet még egy pereje. Lenyugvóna pereje. Hát Csabi 40 fölött már. Ez már B-oldal. Fiatalabb vagyok, mint ti, ha nem vicceljetek már. Hm, nem látszik. Hát ő. Te. Te nekik eltűnt a csöngés, csak mondom, hogy... Én nem jutott. Halló! Halló! Hello, Balázs, Morning Show, hello! Hello, belevaló, azt mondtad, hogy... Nem mondtad, hogy Morning Show, ugye? Jól emlékszem. Sajnos igen. Sajnos, nem számítottál rá, hogy mi vagyunk? Nem, közben nem vagyok a hivatalba is. Nem számítottam, abszolút így van. Igen, mit kell intézned, hogy milyen ügyben? Hát, hogy oklevél. Vagy oklevél, vagy útlevél. Útlevél leadás, helyes. Na, ugye arról beszélgettünk, hogy ki mit kezdett el 50 fölött, amit megszállottan csinált, nagyon helyes SMS-ek kijöttek, te egy szellemesebbet írtál nekünk, semmit komolyat. 5 évesen kezdtem el úszni, most vagyok 34, és most már vízben is szeretném kipróbálni. Jó, nem írtad alá, hogy hívnak? Igen, Viktor vagyok. Viktor, sajnálom, mert megérdemelt volna egy ajándékcsomagot. Hát, utána nem is tudtam hallgatni a rádiót, tehát nem is ott meg beolvastátok el, vagy nem. Sajnálom, hogy értem. Igen, de a naphallgatója te vagy, csak nem adunk ajándékcsomagot, mert hogy nem mondtad, hogy Morning Show. Jó, Viktor, köszi sajnálom, azért. Hogy... Köszönöm, további szép magad. Köszi, jó munkát neked, ciao. Szia. Hello, hello. Na, van egy utoléréses baleset, még így a műsor végén, az M1-esen Győr felé, a 38-as kilométernél. Csak óvatosan, mert útfelújítás is van itt, ez Zsoti küldte nekünk. És az Árpád híd felszabadult, mert a betétés lapkitöltés a lezárt sávban történik, tehát ott is jól lehet haladni. Trafiznak a 81-esen Mór után Fehérvár felé, ezt Norbi üzente nekünk, és még egy-két névnapi SMS, drágák vagytok, köszönöm szépen. Zircen a Bakonybéli elágazóban rendőrök igazoltatnak, Szilvi üzente, és az MTK pályánál az Üllői felé BMW áll a szélső sávban, emiatt nagyon lassú a forgalom, ez pedig Norbi küldte nekünk. Miért? Neked szépen. Ma van a névnapod? Én nem ünneplem, nem szeretem, nem nagyon de fogad. De kár pedig mi készültünk a Janival, de nem. Hát mindegy. Gondolom, hogy ajándékosarak, meglepetés, hegyek. Gondolom, visszafordítottam a futást. Öltözzenek a csajok vissza, nem kellene, köszönjük. Igen, mert reggel néztétek egymást, hogy most adjuk át, igen. Vagy igen. Valami milyen hangulatban van. Úgy Ferinek, hogy a számla ugye megvan, mert én úgy emlékszem, nem van. Még ezt vissza lehet váltani. Gyerekek, nem tudom, mert valahogy ezzel nem tudok megbarátkozni. Tehát nem kérted, nem szóltál bele, lehet, hogy nem is szereted, nem te mondtad, hogy legyen ez a neved. Ezen mit kell ünnepelni? De akkor ünnepeld azt, amit szeretted volna egyébként. Tivadar vagy? Igen, Tivadar napon. Ünnepelj Tivadar napon, mert te lélekben Tivadar vagy. Nem, a harmadik nevemet tudom ünnepelni. Az Otto. De szerintem azt kiszúrásból adták. Nem, hiszen. Tehát anyám még fölrögött a szülőszobán. Ráadásul pont az én születésnapom, ünnepelhetjük együtt. Azért mondom, hogy neked csak Oti. Mástól erre berágok, de ha gondolod, akkor mit ünne, hogy névnap ünneplők, hatalmas berugálás. Nem, semmi. Ugye, hogy ez valahogy nem? Nem. Pedig sokaknál ez nagyon megy, hogy hatalmas bulit csinálnak, névnap, Zoltánnap, felköszöntik, hát megköszöntik. Hát egy újabb alkalom, egy újabb lehetőség. Jó, összejössz emberekkel, az ismerőseiddel. Igen? Persze, nagyon jó. A többi Balázzsal. De mi, te is csabázol egyébként, tényleg ünnepled? Egyébként én sem. Nekem a születésnapom meg a névnapom között 4 nap van. Tehát nálad egy nagy van akkor. Igen, tehát nincs ilyen külön, de ha felköszöntenek, nem sértődöm meg. Hát nálatok ugye költségkímélés szempont, tehát nálatok egy nagy van. Egy nagy van karácsonykor, abban minden névnap, nőnap, gyereknap, abban minden egy benne nagy van. Van karácsonykor az én ajándékom. Ez mindenkinek. Na jó van. Csabi jön a kívánság műsorra, jó? Kérjen tőle jó. Mindenki nagyon sok szép dalt. 555 55 00 ez a telefonszám, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok!